Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Drága néző, kedves hallgatók, ez itt az Égéstér, a Total Car leginkább autózással kapcsolatos podcastje. Vendégünk Karácsony Gergely főpolgármester, és egyben főpolgármester jelölt, tehát most két kalapban tartózkodsz a stúdióban. Beszélgettünk már nagyjából szűk fél évvel ezelőtt, de az egy kicsit más helyzet volt, mert ugye most konkrétan egy választási kampány hajrájában vagyunk. Két héttel ezelőtt volt a stúdióban Vitézi Dávid, és van egy érvényes meghívásunk Szentkirályi Alexandra felé is, aki egyelőre nem élt ezzel a lehetőséggel, de velé szívesen beszélgetnénk. Mivel mi egy alapvetően autózással és közlekedéssel kapcsolatos kiadvány vagyunk, ezért az egyébként nagyon-nagyon széles spektrumból egy csomó mindennel nem foglalkoznánk. Ezek közül nyilván van olyan, amiért a szívednek annyira fontos, vagy kampányüzenetként annyira fontos, hogy el fog hangozni akkor is, de mi vissza fogunk ráncigálni abba az irányba, amennyiben lehetséges, hogy mi az újság a közlekedés, és azon belül is elsősorban az autózás kapcsán. Mellettem Baló Marci kollégánk, a Total Car lapigazgatója, aki vállalta, hogy az autós tulok szerepét ölti magára, pedig egyébként egyáltalán nem ilyen, de ezt is annyira bonyolult vállalás. Ugyanis nézőink időnként föl szokták vetni azt, hogy megengedőek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mennyire összetett kérdés a közlekedés, miközben mi azért alapvetően az autózással kéne, hogy foglalkozunk, és az autózással kapcsolatos érdekek előtérbe helyezésével. Úgyhogy anélkül, hogy így mélyen nekifutnánk, behoznám az első kommentet, ami a közös legutóbbi fél évvel ezelőtti beszélgetésünkre érkezett, és talán a legtöbben lájkolták, ami a következőképpen szólt: ha újra festenék Budapest útburkolati jeleit, sávokat, stb., igazán hálás lennék, ha ismeretlen helyen jár az ember kocsival, néha azt sem tudja, melyik sávban van. Amiben ugye elsősorban az érdekes nekünk, hogy nagyon sok témát érintettünk, és ez nem valamilyen távlatos, milyen nehezen megfogható dolog, hanem egy végtelenül konkrét problémája a budapesti közlekedőknek. Mit mozdít ez meg benned? Egyetértek. Tehát én nem állítom azt, hogy az elmúlt 5 évben minden olyan jogos igényt ki tudtunk elégíteni, amit bármilyen budapesti velünk megfogalmaz, akár autós, akár gyalogos, akár bringás. És az útburkolati jelek kapcsán azt el kell mondjam, hogy az én prioritásom az volt, hogy főleg a zebra jeleket fessük újra, hogy a közlekedés biztonsági stratégiánkat meg tudjuk valósítani. Rossz állapotban vannak a budapesti utak, én ezt egyáltalán nem büszkén, de nagyon szomorúan, de vállalom, hogy az elmúlt években nem tudtunk erre a célra annyit pénzt fordítani, amit ez megérdemel. Ennek sok oka van, ami miatt remélem, hogy bele tudunk majd menni, hogy ez mi ennek a tág a kontextusa, de én ezzel egyetértek, és az elmúlt egy évben egyébként sok adósságot ledolgoztunk ebből, tehát bővítettük azt a keretet, amit a Budapest közút használ útburkolati jelek újrafestésére, de a helyzet az messze van az ideálistól. A legatyásodás folyamatát úgy kell elképzelni, hogy az autók közlekednek, és nyilván azokat koptatják, ez eddig természetes. Nagyon iszonyúan elromlik a helyzet ott, ahol 9 rétegben kell újrafesteni, hogy sávelhúzás volt, útfelbontás volt, metrópótló közlekedés miatt átalakultak a dolgok, és akkor ráfestik a fehérre a sárgát lehúzzák, rákerül egy másik. Ott marad. Igen. Ez ilyenkor úgy történik, hogy valamilyen budapesti felügyeleti szerv oda dörög, hogy tessék most már ezzel csinálni valamit, vagy ez egy automatikus folyamat, tehát kinek, ha ilyenkor az állampolgár átkozni kíván valakit, tehát nagyon fontos, hogy ne maradjon benne a feszültség, hanem azt kell mondani, hogy rohadjon meg, és valahogy folytatni kéne, hogy kell folytatni ilyenkor. Nyugodtan szígyenek engem. Tehát nekem ez benne van a fizetésemben, nekem ez a munkám, meg hát végső soron mindenért is én vagyok a felelős, ami Budapesten történik, nem elviccelve, hogy a Budapest közút a főváros 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cége az, ami a budapesti úthálózat kapcsán ellátja a legtöbb műszaki feladatot. A beruházások egy része az ennél bonyolultabb, de mi éppen azt
a pénzhiány vagy pénzszűkét azzal próbáltuk kicsit orvosolni, hogy elkezdtünk beszervezni a feladatokat, amelyeket jellemzően külső vállalkozósokkal csinálunk. És a Budapest Közút nagyon sok olyan útfelújítást csinált, amit korábban külső vállalkozók csináltak közbeszerzéseken keresztül, és kilakítottunk egy üzleti modellt, hogy felépítsünk egy belső kapacitást. Ezzel együtt is jellemzően egyébként az útburkolati jeletek festését azt a vállalkozók csinálják, és ennek a kerete 20-ban és 21-ben nagyon meg lett húzva, ezt most őszintén mondom, akkor tulajdonképpen azért küzdöttünk, hogy meghalunk-e vagy sem. Ebben a küzdelemben az ember nagyon nehéz döntéseket hoz. Hál' Istennek 23-ra sikerült a város pénzügyi helyzetét úgy visszahozni a nagyon mély mínuszokból, hogy az idei és a tavalyi évben már egy kicsit bővebb volt ez a keret. Ha már így spontán belecsúsztunk a pénzezésbe, múlt előtti héten közösen találkoztatok és tartottatok sajtótájékoztatót az EU-nak a kohéziós alapok pénzosztásáért felelős illetékesével, hogyha szabad így hívni. És akkor úgy tűnt, hogy megnyílhatnak bizonyos EU-s pénzek, vagy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a remény lett fokozottabb valamivel kapcsolatban, ami egyébként jogilag vagy érdemben nem változik, hogy melyik van ezek közül. Nem, ez a sajtótájékoztató arról szólt, hogy bemutattuk azokat a fejlesztéseket, amelyeket az Európai Bizottság és a Magyar Kormány és a Főváros által jóváhagyott operatív programokban vannak. Tehát ez a pénz, ez tipistopi, ez a fővárosé, egy része. Van benne egy beruházás, ami az állam és a főváros közötti megállapodásban a kivitelező, az az állam, de az is egy fővárosi tulajdonba kerülő beruházás lesz, ez a Budai Fonodó 2. De bocs, csak itt tehát az alapmodell az, hogy vannak ezek a kohéziós pályázatok. Igen. Ezeket jó előre kell jóváhagyatni, lesz egy keret, a keret az most valami 300 milliárd, hát, amiről hát beszéltünk. Igen, ugye ez átlan függő, de kicsit több, mint 300 milliárd forint összesen. Igen, de akkor ezek ugye meg vannak címezve, hogy ezekből kb. Abszolút. Minek kell történnie, és a kormányon keresztül kéne folyni. Tehát van ennek most, ha jól értem, akkor több buktatója is, hogy ugye a kormány és az EU sem voltak egymással, hogy is mondjam, felhőtlen viszonyban. Igen, az elmúlt időszakban. Budapest és a kormány sem volt egymással felhőtlen viszonyban. Igen. Az elmúlt időszakban. Van-e ok remélni azt, hogy ezeken a döccenőkön valahogy átverekedi magát ez a csomó pénz, és akkor lehet belőle például burkolati jelet készíteni? Tehát ugye ezek az Európai Uniós forrásokból nem lehet autós infrastruktúrát építeni, ez egy szomorú tény, de tény, mert ez korlátozza a mozgásterünket, tehát nekünk ezt saját forrásból vagy állami forrásból kell megvalósítani, de visszatérve a kérdésedre, az elmúlt időszakban a főváros egy nagyon aktív lobbizás és városdiplomáciai munkát folytatott. Ugye az Európai Uniós jogszabályok azért nem annyira striktek, hogy abból ki lehessen egyértelműen olvasni, hogy mondjuk mennyi pénz jár egy olyan városnak, mint Budapest. Tehát ez bizonyos szempontból egy három oldalú játéknak az eredménye volt, ahol mi a magyar kormányjal is tárgyaltunk, az Európai Bizottsággal is tárgyaltunk, a bizottság is tárgyalt a kormánnyal. És tulajdonképpen olyan szempontból mi minden egyes programozási szakasznál tudtuk informálni a bizottságot azzal kapcsolatosan, hogy az ő alapelveinek mennyire felel meg az a javaslat, ami az asztalon van, például a partnerség vagy a regionális célzás szempontjából. Ugye a partnerség azt jelenti, hogy ha van egy másfél milliós város, és annak van egy főpolgármestere, akkor ő nem kaphat 0 forintot. Mert egyébként innen indultunk. Vannak olyan jogszabályok, magyar hazai jogszabályok, amik alapján persze ez a nullánál mindenképpen valami nagyobb szám jött volna ki, de az, hogy 300 milliárd forint be van már, hogy mondjam, jogszabály módon jóvá van hagyva, mint programok, ezért ez egy nagyon nagy teljesítmény. Viszont ehhez még egy apró peti problémát meg kell oldani, ez pedig a kormány és a bizottság közötti viszony, hiszen ezeknek a forrásoknak a közelfele jelenleg föl van függesztve, és ebből az is következik, hogy például a települési operatív programok az ország egészében ki vannak már írva, Budapesten még nincsenek, visszatartja a kormány ezeket a forrásokat. De én azt gondolom, hogy június 9-én lesz egy európai parlamenti választási eredmény, lesz egy új bizottság, és mivel a kormánynak iszonyatosan kell ez a pénz, ezért szerintem el fognak állapodni, és mivel tudom, hogy ez nem az a műsoron nagyon politizálunk, de ennek része ennek a játéknak, mivel szerintem az EP választáson a Fidesz várakozásai alatt fog teljesíteni, ezért kisebb lesz az arcuk, és remélem, hogy megállapodnak, és jönnek a pénzek. Jó, akkor igazából minket ebből a jönnek a pénzek. Igen. Része érint, hogy számodra egyszer egy nagyon kényelmes és kényelmetlen helyzet az, hogy
mivel elve kevés pénzből gazdálkodó város, és még sokkal kevesebből gazdálkodik az elmúlt évek fejleményei következtében, ezért elég hitelesen tárhatott szét a kezeidet, és mondhatod azt, hogy jó, de hát, hogy így oké, hogy nem feltétlenül olyan minden, amilyennek szeretnénk, de ilyen körülmények között ugye zsákban futni is sokkal nehezebb, és hogy ez megszabja ugye szűkebbre a korlátokat, de ebből most nekünk át kell erőszakolnunk magunkat oda, hogy elvileg ezt az egyébként nagyon hálátlan feladatot ezt te egyszer vállaltad, és úgy tűnik, hogy nem eléggé elkeserítő ahhoz, hogy ne vállald legközelebb. Abszolút, tehát ez egy, ennél szebb feladatot is tudnék képzelni magamnak. És visszatérve a konstruktív irányba véve a helyzetelemzésből a jövő felé a beszélgetés vonalát. Az európai uniós forrásokat alapvetően mi három dologra tudjuk elkölteni. Nem azért, mert mi ezt választanánk, lehet, hogyha nagyobb lenne a szabadságfokunk, akkor több mindenre költenénk. Ez egy adottság, vannak bizonyos európai uniós célkitűzések, amiket el kell érnünk. Ezért alapvetően ennek a 300 milliárd forintnak a több mint a fele az közösségi közlekedési fejlesztés, villamos, troli, elektromos busz, tehát gyakorlatilag a elektrifikációja budapesti közösségi közlekedésnek és a javítása, tehát ebben van egy új villamosvonal. Ugye az egész ugye a Moltorony környéke, ott egy új városközpont épül praktikusan, aminek nincsen kötött pályás közlekedése. Nem akarok belemenni, hogy európai országban hogy lehet az, hogy ezt nem a beruházó építi meg, hanem az állam, meg a adófizetők, mindegy, ez messzire vezet. Bár egyébként jól látképe annak, hogy hogyan működünk ebben az országban. A többi része pedig részben közterületeknek a zöldítése, klímaadaptív átalakítása, egészséges utcák program, és szociális kohézió, lakhatás és szociális ellátórendszer működtetése. Tehát autós infrastruktúrát közös EU-s költségvetésből Budapesten legalábbis nem tudunk fejleszteni. Ebben nem az következik, hogy nem fogunk, hanem azt jelenti, hogy ezeket a forrásokat erre lehet felhasználni. Ezen a ponton meg is kell, hogy szólítanak majd. Bekapcsolódom. Neked a tömegközlekedéssel friss személyes élményeid vannak. Igen, mindenkelőtt megjegyzem, amit már az elején is említettél, hogy én a mai beszélgetésben a budapesti autósok kabátját próbálom magamra ölteni, ami nem is akkora probléma, hiszen én bevallom, többnyire autóval közlekedem, ám de, amikor már tudtam, hogy lesz az a beszélgetés, én teszteltem, és egyik nap munkába mentem tömegközlekedéssel, ami egyébként egy óriási élmény volt, mert 15 éve nem tömegközlekedtem. Hoppá! Ha most itt lenne még Vitézi Dávid, aki ugye ebben a székben ült néhány héttel ezelőtt, akkor hatalmas tockost adna neked, amiért többet szeret tömegközlekedésnek hívod a közösségi közlekedést. Bocsánat, közösségi közlekedésre. Nagyon rossz asszociáció a tömegnek. Tényleg, szerintem ez egy fontos dolog egyébként, hogy próbáljuk újra keretezni ezt, hogy ez mi, és a tömegközlekedés, mert tényleg egyrészt szerintem általában a budapesti közösségi közlekedésben nincs tömeg, másrészt pedig az ott utazó embereket nem. Tehát ne tekintsük tömegnek. Amellett, hogy kivégzésemről gondoskodom. Én nem adtam tockos, tehát én nagyon kedvesen a lényeg az, hogy kértem a partnerségedet ebben. Közlekedéssel mentem dolgozni, ami egy tényleg nagy élmény volt számomra. Ez az egyes villamossal kezdődött, ahol meg is lenne az első észrevételem. Én letöltöttem az applikációt, regisztráltam, 20 perc alatt kitöltöttem mindent, megvettem a jegyet, és utána érvényesíteni próbáltam. Ugye azt egy QR-kódos leolvasóval kell. De én csak ott tudtam meg a helyszínen, hogy a QR-kódos matrica, az ugye el van helyezve a villamos oldalán, de a tömeg ugye megáll a villamos, sodort, leszállnak, és utána mindenki így pusol fel. Mondom, én is felszállok, hogy akkor majd ott leolvasom, igen ám, de rá kellett jönnöm, hogy a villamoson belül már nem lehet QR-kóddal jegyet érvényesíteni, ez csak kívül lehet. Úgyhogy a következő kevésbé frekventált stadionok megállónál, mint egy torpedó, bele kellett szállnom a tömegbe, és közölni, hogy én csak QR-kódot jövök érvényesíteni, senki nem tudta, hogy mi van, mert ugye nekik bérletük volt, leszálltam, és érvényesítettem, aztán visszaszálltam. Szóval, hogy szerintem végeredményképpen ez csak egy rövid javaslat, hogy lehetne egy QR-kód belül is, akár ott, ahol a mennyire bűnösök meg matricák vannak. És akkor mi lenne, hogyha belül is lenne QR-kód? Miért nincs belül QR-kód? Mert hogyha látják az ellenőrt, oké. Igen, de ugyanakkor, igen. Ezen gondolkodtam, igen, de hogy a héven is ott van a kis félszívecske alakú, lekattintós, jegyérvényesítő lyukasztógép, úgyhogy... Hát igen, mert a hívek még a 19. században tartanak, hiszen az állam a fenntartójuk, a villamos meg már a 21-ben. De ez egy, ganz, értem, amit ez egy ganz volt, egy régi. Hát jó, oké. De azon is lehet már QR-kóddal. Egyébként az egyes villamosok többsége ugye az már kaf. Ez egy jogos felvetés, tehát nem. Én azt gondolom, hogy mindig okoz problémát az, amikor megpróbálunk különböző szempontok között egyensúlyozni, és az egyik szempont az, hogy
hogy mi egyébként ugye csökkentettük a jegyárakat, pontosan a bérletárakat, a jegyárakat infláció alatt emeltük, ebben az értelemben tulajdonképpen azokat is csökkentettük, a bérletárakat pedig nominálisan is csökkentettük, de viszont az ellenőrzésnek a hatékonyságát megnöveltük. Mert azt gondolom, hogy az nem fair, és ez nyilván most nem rólad beszélek, hanem azokról, akik azt gondolják, hogy lehet potyázni. Hiszen ők tulajdonképpen a más kárára, hogy mondjam, potyáznak, és ezt nem szeretjük. Ugye közösséget építünk. Azt akarom csak mondani, hogy szerintem lehet, hogy ezt a gyakorlatot majd érdemes felülvizsgálni a tapasztalatok tükrében, hogy mennyire jelenti a potyázásnak a kockázatát, milyen mértékben nő, hogyha belül is van QR kód leolvasó. Ezt szerintem meg kell majd nézni a tapasztalatok alapján, de későtlenül nem azért nincsen, mert elfelejtettük, vagy meggonoszok vagyunk, hanem mert azt gondoljuk, amikor valaki felszáll a járműre, akkor érvényesíti a jegyét, és annak akkor kell megtörténni, amikor belép. Visszafele már készültem, akkor már egy kaf villamos jött. Na. Beálltam a kamerámmal kb. Oda, ahol meg fog állni. Céloztam, majd kinyílt az ajtó, és rohantam a tömeggel oldalra. Jó, én ezt értem, én abból indulok ki, hogy nemrég voltunk Prágában, és járok különböző nagyvárosokba, ott felszálltam a villamosra, vagy bármilyen közösségi közlekedési eszközre, akkor egy P-passzos telefontra tartottam a kis olvasóhoz, és már is lecsippantotta, kaptam számlát, volt jegyem. És hogyha most hozzánk jön egy turista, biztos jönnek sokan, ugye? Igen. Akkor ők se értik, hogy mi van, hogy hol kell leolvasni, és ez okozhat gondokat. Úgyhogy én ebben nem is mennék nagyon bele. Annyiban egyébként ez egy extra érdekes terület, hogy a Steve Jobshoz kötődik az az anekdota, hogy annak idején, amikor ugye az iPodot piacra dobták, és a zeneipar írtózatosan fel volt háborodva, hogy ezzel egy olyan eszközt szabadít a világra az Apple majd rettenetes tömegben, ami lehetővé teszi az embereknek, hogy az interneten illegálisan lopott zenéket hallgassák, ahelyett, hogy rendesen megvásárolnák a zenét a boltban, ahogy kell. És a Jobs próbálta rávenni a nagy kiadóvállalatok vezetőit, hogy az Istenért legyen az, hogy legyen egy hely, nevezzük mondjuk iTunes Store-nak, ahol meg lehet venni legálisan ezeket a zenéket digitális formátumban, és akkor majd nem lopják el az emberek. És mondták, hogy de hülye vagy? Hát miért venné meg bárki, amikor el is lehet lopni? És hosszan érvelve magyarázta, hogy amennyiben kényelmesebbé tesszük a nem lopást a lopásnál, tehát hogy a lopásra egy kicsit foglalkozni kell, kicsit macerás, kicsit turkálgatni kell, a másik folyamat meg ilyen nagyon egyszerűen, szépen, fényesen polírozva, csak úgy magát értetődően megy, akkor az emberek hajlamosabbak lesznek nem lopni. És utóbb kiderült, hogy ebben a kérdésben streaming vonalon igaza lett. Egy kicsit ezt érezni a Budapest Go kapcsán is, meg az egész elektronikus jegy- és bérletvásárlás kapcsán, hogy aki impulzus vásárló jelleggel szeretne hirtelen közösségi közlekedni egyet, mondjuk már lerohad alulja a BMW-je, mint egyesek alól. Nem rohadt le. Tudom, csak egy példát hoztam. Ismerek olyat is, aki hasonlókból tömegközlekedett már, hogy az sokkal könnyebb így, mint amikor ugye annak idején az volt a feladat, hogy találjon az ember egy működő automatát, amikor még volt automata, meg sok, vagy legyen egy olyan kioszk, ahol nyitva van, tehát ennél nyilván sokkal jobb megoldás az app. Én jó hiszemű vagyok, én mindenhova QR kód fizetést tennék lehetővé. A megállóba is lehetett volna, hogy már ott el tudjam indítani, mert akkor nem akkor kell szerencsétlenkedni, amikor jön a villamos, és kinyílik az ajtó, és rajta van a matrica. Szóval én a fizetést minden módon lehetővé tenném, bent is, kint is. És bár lehet, hogy ez én vagyok túl jó hiszemű, és valójában sokan blitzelnének. Nem, szerintem az van, hogy nyilván kell ellenőrzés, de egyébként a blitzelésnek a mértéke az egyáltalán nem drámai, de nyilván lenne, ha nem lenne ellenőrzés. A ez az tendenciája változott, amióta te rálátsz ezekre a számokra? Igen, mi brutálisan megemeltük a büntetéseket, illetve egy hatékonyabb ellenőrzési rendszert alakítottunk ki, és egyébként ez nem csak azt jelentette, hogy több ellenőr van, hanem egyébként nagyon komoly beruháztunk itt a kollégákba, tehát ma már az ellenőrök az utaskoordinátorok, és nem csak azért van, mert átcímkéztük ezt a melót, hanem olyan belső képzések vannak, amik alapján valóban tényleg tudnak segíteni az utasoknak. De visszatérve az elektronikus fizetésre, ugye Prága valóban egy nyomasztóan jó hely, tehát onnan sokat lehet tanulni. De egyébként az ilyen típusú kártyás fizetés azért Európában még nem teljesen általános, de mi is szeretnénk ezt a trendet követni. Ugye az elektronikus jegyrendszerek kapcsán volt egy nagyjából 15 évvel ezelőtt egy ilyen különböző utalángozódások indult el, hogy kapusrendszer, vagy nem kapusrendszer, szóval voltak mindenféle dolgok, és most ugye mi befülöttünk egy elektronikus jegyrendszer, amin buktunk majdnem 10 milliárd forintot, tehát abból mondjuk néhány utat fel lehetett volna újítani. Mindegy, mármint, hogy egyetlen nem mindegy, de hogy ez most
szétveszíti a beszélgetés kereteit, de hát a lényeg az, hogy... Néhány minden elkaladott 10 milliárdot megsiratnánk, akkor itt a pillanatokon belefulladnánk a környék. Hát én azért börtönben lennék, ha ez velem történik meg, tehát ilyen szempontból én egy kicsit ebben úgy ebben bennem azért több az indult ezzel kapcsolatosan, de amit akarok mondani az, hogy úgy haladtunk ebben a fizetés megkönnyítése folyamatban, hogy a legkönnyebb, tehát technológia, hogy mondjam, a legalacsonyabban függő gyümölcseket vettük le. Ez egyik, ez az applikáció. Ugye a Budapest Go ma Magyarország azt hiszem talán második legnépszerűbb applikációja, tavaly az év applikációja díja volt. Nyilván ahhoz, hogy tudjál vele fizetni is, ahhoz nyilván be kell állítani a bankkártya adataidat, tehát ahhoz kell egy kicsit vele bajlódni, de egyébként, hogy ha csak idézőjelben mondom, utazáshoz használod, akkor azért nagyon profit. Rengeteg járműnek az azonnali információi vannak benne. Viszont elkezdtük a bankkártyás fizetési pilotjainkat, tehát a 100 buszon meg a Kisföld alatti már ez működik, és ez alapján elő van készítve egy olyan közbeszerzés, amit én most már nem akartam kiíratni, mert megvárnám a választás eredményét, de lényeg az, hogy ez felmenő rendszerben néhány éven belül be tudjuk vezetni, hogy minden járművön tudjál bankkártyával fizetni. Ez az európai trend, és ebben egyébként Budapest nincsen nagyon lemaradva, tehát egy csomó nagyváros nagyjából ugyanúgy tart, mint ahol mi ezzel kapcsolatosan. Csak mi elvesztegettük, egy szerintem egyébként rossz koncepcióval elvesztegettünk 10 évet. Akkor még nem lehetett látni, hogy a bankkártya az ennyire leegyszerűsíti ezeket a folyamatokat, tehát, de akkor szerintem lehet, hogy akkor rossz irányba indult el 2014-ben Budapest, és veszítettünk néhány évet, de azt gondolom, hogy most van annyi tapasztalatunk, már ezekből a pilotokkal, úgyhogy nagyon sok turista is van, és nyilván azért próbáltuk kötni elsőnek, mert ezek alapján ki tudjuk írni a nagy tendert az egész budapesti közösségi közlekedésre. Azért tartom ezt a kérdéskört fontosnak számomra, mint autós, mert én bármennyire is autós vagyok, hosszú távon látom azt, hogy a nagyvárosi autós közlekedésnek előbb-utóbb vége, aztán úgy egyébként ámlok magának az autóvezetésnek is hamarosan vége, vagy talán néhány évtizeden belül, szóval én valahol a lelkem mélyen szeretném, hogy valaki meggyőzön arról, hogy miért üljek át közösségi közlekedésre, ezért is volt a teszt, és megosztanám a további tapasztalataimat, vannak pozitívak, számomra a tisztasággal nem volt gond. Én azt okénak vélem, amennyiben nem a kukákat nézzük mondjuk a megállókban, amik nem tudom, hogy milyen gyakran vannak ürítve, de mondjuk minden nap. Szerintem akkor ezek alapján lehetnének nagyobbak talán. Ez egy észrevétel, mert hogy így folyt ki a kukából. Milyen nap? Várj, most ez... Ez egy szerdai nap szerdai volt nap. A Szentlélek téren. Ott ezt tudom egyedül felróni. A Flórián aluljáró, ott a lángosos vitte el a bulit előlem, ugyanis megálltunk egy barátom javaslatára lángosozni. Az egy híres igen. Lángosos. Igen, és az egyik szemem boldog, mert hogy ott van ez a lángosos, a másik viszont azt látja, hogy egy kicsit a Flórián téri aluljáró, ez valójában a 70-es éveket idézi, de hogy attól félek, hogyha valaki egyszer felújítja, akkor nem lesz többé lángosos, hogy egyelőre inkább maradjon így. Szóval a lényeg az, hogy ja, és még valami, elindultunk haza, ugye aznap, én hazafele is. Közösségi közlekedés. Igen, villamossal mentem. Nagyon kellett pisilni. És ez egy óriási probléma volt, én nem gondoltam, hogy ez ekkora probléma, ugye autóban az van, hogy kicsit megyek gyorsabban, és akkor hazáig kibírjuk, de hogy itt így, ez nem pont így működik. Nem nagyon talán nyilván... Nem kellett volna megragadni az alkalmat, hogy alkoholt fogyasztatok. Az még reggel volt. De a reggeli alkoholfogyasztás az polgártársaink millióinak a számára egy lényegében a felkelés gesztusa maga. Én felébredtem, iszom. Én arra gondoltam, mint egy jó munkás ember, akkor eszünk egy lángost, veszünk egy lotot, hát meggazdagszunk, és akkor nem kell bemenni dolgozni. Igen. Aztán megiszunk egy felest. Aztán csodálkoztam, hogy pisilni kell. De nem, igen. A pisilés ingere már este ért el, amikor indultam volna haza, és beírtam a Google-be, hogy nyilvános WC, és sehol nincsen nyilvános WC. Azt írta, hogy 2,6 km gyalogoljak egyenesen, aztán kanyarodjak balra. De ezt nem tűnik úgy számomra ideálisnak, hogyha valaki... Mi van a nyilvános WC-kkel? Igen. Hát Budapesten nincs elég nyilvános WC, viszont sokkal több van, mint 5 éve volt, ezt tudom mondani. Ennek az egyik oka az, hogy mi és a kerületek is elkezdtünk azért egy nyilvános WC programot csinálni, illetve hogy azok a nyilvános WC-k, amelyek korábban nem üzemeltek, ezeknek egy része újra üzemel. Ez összefüggésben van azzal, hogy az a cég, ami ezt üzemelteti a nyilvános WC-knek a túlnyomó többségét, fővárosi csatornázási művek ez a cég, annak a menedzsment jogait most szereztük vissza. És ők nem nagyon szerették ezt a feladatot. Nagyon szívesen elrúgták volna magukról. Tehát úgy emlékszem, nagyjából 20-szal több nyilvános WC-vel Budapesten, mint eddig volt. Nincs belőle elég, de ezt a fejlesztést ezt folytatjuk a jövőben is.
És egyébként jelentős részben sikerült outsource-olni a nagy nemzetközi gyorséttermi láncoknak, amik ugye arra alapozzák olcsó hamburger menüéket, hogy nincsenek hivános vécék, és előbb-utóbb valakit a szükségbe fog hozni, és akkor már egy sajtburgert is. De mi nem szeretnénk, hogyha ilyen fogyasztási kényszer lenne. És egyébként visszatérve a Flórián felül- és aluljáróra, az ott sajnos megérett a helyzet arra, hogy annak a felújítását el kell kezdenünk. Tehát nem tudom, hogy ez jó hír vagy rossz hír, főleg az Óbudára következő autósoknak, de a Flórián felüljárónak a felújítását idén el kell kezdenünk, mert nagyon rossz állapotban van. Egyébként visszatérve a beszélgetésünk elejére, tehát azért az útfelújítások kapcsán van elmaradásunk, de a Tarlós érában elképesztően egyenlőtlen volt az útfelújításoknak a területi eloszlása. Praktikusan bizonyos polgármesterek kilobbizták az útfelújítási keret 30-40%-át a saját kerületeikre. És én például Zuglóban voltam polgármester, Zuglóban 9 évig egyetlen egy méter út, fővárosi út sem újult meg, a 15. kerületben dettó, és akkor még sorolhatnám. Tehát azért mi most nem tudom fejből megmondani, hogy hány kilométer utat, de azért nagyon fontos utakat újítottunk föl, de amit még hozzátennék az, hogy két önkormányzati ciklus telt el, úgyhogy egyetlen egy hidat sem újítottak föl, sőt egyetlen felüljárót sem újítottak föl. Tehát igazából Budapesten az autós infrastruktúra szempontjából a legkritikusabb helyzet az a műtárgyak területén van, hidak és felüljárók. Ugye a Lánchíd felújítása, én ezt értem autó szempontból, ez egy mondjuk úgy fél siker, de majd erről remélem, hogy beszélünk, mert én ezt szívesen beszélek. De a Petőfi híd szintén nagyon rossz állapotban van, annak a tervezését most előkészítettük, azt el kell kezdeni. És a Csömöri Drége felüljáró szintén ugye az Ugló 15. kerület, ami egyszerűen kiesett az előző városvezetésnek a fejében, hogy ott is laknak emberek, annak a felújítása megtörtént, és most a Flóriánt kezdjük el. Ezek sok milliárdos beruházások. Tehát azt akarom csak mondani, hogy valójában ahhoz képest, hogy mondjam, közlekedés politikai szempontból lehet, hogy az én elődöm autós pártibb volt, mint én, de autós infrastruktúra fejlesztés szempontjából, főleg úgy, hogy ő mondjuk ráértéken mondjuk 35%-a több pénze volt a fővárosnak a Tarlós érában, mint most. Tehát ez brutális a különbség közöttünk. Ahhoz képest mi egy óriási adósságot örököltünk meg, és hogyha megint, csak még egy gondolatot hagyd tegyek hozzá, ami része ennek a képnek, és nem magyarázkodni akarok, hanem támpontokat adni, hogy valaki megértse azt, hogy miben van egy főpolgármester 2024 nyarán, hogy ahhoz, hogy utakat felújítsunk, a legnagyobb tétel ezekben mindig az utak alatti közművek. És mivel a közmű víz csatorna területen tulajdonképpen 10 évvel ezelőtti árakkal dolgoznak ezek a cégek. Ráadásul a fővárosi vízmegyék nagyon komoly közműadót is fizet, mert volt egy energiakrízis. Tehát itt olyan adósság van az infrastruktúrában az utak alatt. Itt most adósságnak azt hívjuk, hogy nagyon régóta gatyásodik lefelé. Igen. Tehát, hogy borzasztó. Igen. Például mondjuk a Budakeszi út esetében, ami egy nagyon komoly és nagyon szükséges beruházás, tehát ezt én egyáltalán nem mondom kétségbe, mert nagyon sokan kérdezik, hogy mi fog történni. Ott ráadásul bonyolítja a helyzetet az, hogy állam, Budakeszi főváros, tehát hogy ott sok szereplő összjátéka van, ott valójában az igazi nagy tétel az, hogy ott van egy óriási vízcső, amit ki kell majd cserélni. És ami ezek fölött a nagyon tehetős választópolgárok ülnek másfél órát. Igen, és egyébként jellemzően nem budapestiek, és akkor mégis a fővárosnak kéne kifizetni. Ezek felvetnek mindenféle kérdéseket, csak arra azt akarom mondani, hogy igazából a nagy probléma nem az utakkal van, hanem a mögő az alattuk lévő közművekkel, amelynek a felújítása nagyságrendekkel többe kerül, mint az út felújítása. Viszont, ha felújítom az utat, és nem csinálom meg alatt a közművet, akkor meg ugye kidomom a pénzt az ablakon. Sajnos ez előfordul időnként, hogy annyira rossz már az út, hogy muszáj beavatkozni, és mondjuk közmű beruházás nélkül felújítunk egy útszakaszt, de valójában azért ez messze nem ideális. Annyi jó van. Az átlag polgár azt hiszi, hogy ez az üzleti modell lényege, hogy az ember először felújítja az utat, hogy aztán kicserélhesse a közművet alatt, aminek a kapcsán felújítja. A mi üzleti utat. Modellünknek nem, ennek nem az ellenkező a lényege. Inkább az a lényege, és persze ez is problémás, hogy inkább megvárjuk, hogy a közművet is meg tudjuk csinálni, ezért aztán az út állapota, hát hogy mondjam, indokolatlanul rosszá válik. Vagy első rándésre ez nehéz megérteni. Annyit sikerült elérnünk, és tulajdonképpen nem tudom, hogy én értem el, hiszen a kormányzatnak az volt a kommunikáció, hogy a karácsony kérésére lépj meg ezt a kormány, mert nyilván, hogy kérek valamit, akkor ők így megcsinálják, na mindegy. És végül is a vízdíjak esetében legalább annyit sikerült elérni, hogy a nem lakossági fogyasztók azok kifizetik a piaci, az önköltségárhoz közel lévő árat.
Tehát ott van egy jelentős pluszbevételi forrás, amit nekünk idén gyakorlatilag az elmúlt az energiakrízis által okozott pénzügyi sok kényítésre kell fordítanunk, de utána egy kicsit több pénz lesz arra, hogy víziközmű beruházásokat csináljunk, ami fölött az utat megcsinálni már, hogy mondja, nem azt mondom, hogy az már habatortán, de mondjuk a költségnek a nagy része ilyenkor mindig maga a vízinfrastruktúra felújítása. Tehát igazából ezért tudok egy kicsit optimistább lenni, mert egyrészt túl vagyunk a nagy pénzügyi krakon, tehát úgy tűnik, hogy túléltük, és már nem nagyon lehet minket már hova passzírozni, persze nem akarok tippeket adni, másrészt pedig a vízinfrastruktúra beruházásban több forrás lesz, és ez húzza magával majd az útfelújításokat is. Tehát, hogy lefordítsam, hogy a magamfajta autós túlkok is könnyedén megértsék, azért nincsenek felújítva az utak egyrészt, mert sokba kerül, másrészt pedig azért, mert előtte kell pénz arra is, hogy alatta akkor már ne utána kelljen felállni. Így. De még egyszer árnyaljuk a képet. Tehát, hogyha én összeszámolom azt, hogy hány utat újítottunk föl Budapestnek olyan szakaszain, tehát Zuglóban, tényleg Róna utca, mert az, ugye ott minden utcát ismerek, Magyaródi út, Fogarasi út, a Csömöri úti felüljáró, most neki kezdjük a Flóriánnak, azért ezek nagyon sok milliárdos tételek. Budafokon építettünk egy konkrét körforgalmat 1,5 milliárd forintért, tehát azért nem azt akarom mondani, hogy nem csináltunk semmit, szerintem ez igaztalan bán, de nagyon rossz állapotban van az autós infrastruktúra, és ez paradox módon elsősorban azért történt, mert az előttem lévő 9 évben nem volt megfelelő fejlesztés, és most már egyszerűen eljutottunk arra a szintre, hogy most már tényleg tűrhetetlen a helyzet. Az autós egy hülye állatfaj. Az se jó neki, hogyha... Én tiltakozom. Ezt én mondom, magunkról tudjuk. Az se baj nekünk, hogyha rosszak az utak, és kitörik az autókereke, ugyanakkor akkor is tudunk bosszankodni, amikor éppen felújítják. És mielőtt ide jöttem, én gyűjtöttem kérdéseket, és többektől is elhangzott egy fél konkrét kérdés arra vonatkozóan, hogy amikor mégis történik egy felújítás, akkor az miért tart hetekig? Hogy erre tudjuk-e a választ? Ugye találtunk a neten rengeteg videót tőlünk nyugatabbra, Japánban, Norvégiában, hogy éjszaka alatt kicserélnek komplett hidakat, és leaszfaltoznak autópályákat nálunk. Most pont a Hungárián, vagy a Robert Károlyon a felüljárót újították fel egy 50 méteres szakaszt, ami egy hónapig tartott. Nem tudjuk nyilván, hogy mit csináltak alatta, lehet, hogy ott is cseréltek csöveket, vagy valamilyen infrastruktúrát, de számtalanszor találkozunk azzal, hogyha valahol valamit felújítanak, akkor az baromi sokáig tart, és nem látunk ott embereket dolgozni, se korán reggel, se késő este, se éjszak kivilágítva. Nem lehetne mondjuk Budapest fő ütőerein gyorsítani az ilyen felújítási munkátokat, mint például a Hungária Robert Károly könyves Kálmán, vagy az ehhez hasonlók? De persze mindig lehet, de azért alapvetően én amikor ilyen lakossági panaszokat kapok, rengeteget, és kicsit utána nézek, hogy tulajdonképpen mi történik, akkor mindig úgy olyan szempontból egy kicsit úgy, nem azt mondom, hogy megnyugszom, csak úgy mindig meg tudják mindig mondani, hogy ez mit tudom én, meg kellett, olyan volt az időjárás, esett az eső, hétvégén nem mindig dolgoznak a munkások, stb. De... Nagyon hideg van, nem húz az anyag. De ez egy létező problémát. Tehát egyszer volt egy, amikor volt a... Köszi. Csak hogy mondjam nektek, amikor volt az árvíz, vagy hát árvíz veszély volt, akkor ilyenkor ugye az van, hogy a talajvíz is hatosan megemelkedik, meg a szennyvíz. 350 csőtörés volt egy óra alatt Budapesten. És ugye ilyenkor az van, hogy ezek nagyon, akkor például nagyon nagy sok volt a városnak. Úgyhogy én azt tudom ígérni, hogy én abban látom a jövőt, hogy alapvetően ez az önkormányzat, egyébként nem csak ez, hanem tulajdonképpen a rendszerváltás utáni 30 évünk bizonyos szempontból ilyen kiszervezésben gondolkodott. Én azt látom, ha valamit mi beszervezünk, tehát magyarán fővárosi önkormányzat tulajdonban lévő cég csinálja, felépíti erre a kapacitást, akkor egyszerűen azok jobbak. Lehet, hogy van egy pont, amikor majd újra vissza kell korrigálni, és egyfajta versenyeztetést lehet a külső és a belső szolgáltatók között. Mondjuk egy például a buszágazatban, most ugye az van, hogy van egy külső szolgáltató, meg van a BKV, és ugye ők egymással versenyeznek, és ez szerintem most jó a városnak. De én azt látom például útfelújításnál, azok az útfelújítások, amiket mi csinálunk saját belső kapacitással, azok egyrészt olcsóbbak, másrészt pedig sokkal flottabbul mennek, mert egyszerűen a vállalkozónak van egy szerződése, és ő határidőn belül, a határidő tartja, de ő nem érdekelt abban, hogy 5 nappal hamarabb befejezze. Tehát én azt tudom erre mondani, hogy szerintem ez az irány, és nagyon sok konkrét példát tudok mondani arra, hogy a főváros más területeken beszervezett egy feladatot, és jobban és olcsóbban és ütemezettebben tudtuk ellátni, mert egyszerűen van egy belső kapacitásunk, amit tudunk vinni innen-oda. Egy külső vállalkozó, nem tudom, tehát közbeszerzés alapján kell kiválasztani,
ott rengeteg szempont van, egyébként valid és reális szempontok, van egy határidő, amit a cég bevállal, de azon belül ő neki, hogyha agyonverem se fog gyorsabban dolgozni, mert egyszerűen neki van egy szerződése. Ha egy nappal tovább csinálja, akkor az probléma, de nem fog egy nappal hamarabb befejezni. Tehát erre az a válaszom, hogy szerintem akkor lesznek ezek flottabbak ezek a dolgok, ha ezt mi belülről csináljuk, és ezt a belső kapacitást felépítettük föl nagyon sok cégünknél, többek között a Budapest Közútnál is. Egy kicsit átmennénk a mozgóautóról az állóautóra, ha szabad. A parkolás az egy nagyon sokszor, sokféle irányból visszatérő téma, és Vitézi Dávid koncepciói közt szerepel egy olyan, hogy ő szeretné egy ilyen egységes és nagyon digitalizált parkolási rendszert kialakítani Budapesten, amibe mindenfajta hasonlóba azért sokszor törtek már bele bicskák. Talán legtöbbször azelőtt, mielőtt előkerültek volna, már a zsebben beletörtek. Te mit gondolsz erről, magáról a koncepcióról is, vagy hogy nyúlnál-e hasonlóképpen hozzá ez a mostani parkolási feláráshoz? Minden főpolgármester fővárosi egységes parkolást akar, igen, és minden kerület ezt meg fogja fúrni, amíg világ a világ. Tehát ugye Budapesten a főváros volt egy jogi értelemben egységes fővárosi parkolási rendszer, velei korrupt rendszer volt, és ezt akarták, ugye ezt a mafiát akarták felszámolni, és akkor odaadták a kerületeknek a parkolás üzemeltetés feladatot. Önkormányzati törvény, ez egy kéthamados törvény. Amiből kiderült, hogy a mafia is olyan, mint a földigi liszta, hogyha az ember több részre szabdalja, akkor több kicsi mafia keletkezik. Nem, egyébként, hogy mondjam, a parkolás egy olyan rendszer, amiben, hogy mondjam, nagyon könnyű ezeket a üzleti érdekeket érvényesíteni, de azért a kerületek többségében ez nem így volt, és egyébként messze nem az uglói volt, ami polgármester voltam, ott is rossz volt a rendszer. Én a cikluson végére elértem azt, hogy ezt is beszervezzük, de szeretném mondani, hogy sokkal rosszabb rendszerek voltak annál, tehát az úgy egy közepesen rossz, hatékonytalan rendszer volt. Viszont nekem főpolgármesterként az egyik első javaslatom volt, ezt az első alakuló ülésen, vagy talán a második közgyűlésen fogadta el a közgyűlés. Egyrészt megtiltottuk a parkolás üzemeltetésben a külső vállalkozók igénybevételét. Erre ugyanis az ég adta világon semmi szükség. Részben azért sem, mert a parkoló őr, ami ugye a közterületen van, nagyon sok más dolgot tud adni egyébként a városnak. Amikor például COVID volt, és ingyenes lett a parkolás, ami egy világ hülyesége, de ez most mindegy, akkor a parkoló őreket azonnal át lehetett vinni más közfeladatra. Másrészt pedig ugye itt lehet kilopni a pénzt. Tehát mi ezt megtiltottuk, és ma már, én úgy, legjobb tudomásom szerint Budapesten nincs is olyan parkolási rendszer, ahol önkormányzat külső alvállalkozót alkalmaz. Azért lehetne ez mégis, mert a kormányhivatal azt mondta, hogy a mi döntésünk nem volt jogszerű, tehát mi nem tilthatnánk meg. Én ezzel nem értek egyet, elmentünk a bíróságra, majd 18 év múlva nyilván majd eldől, hogy kinek volt igaza. De abban a szempontból érvényes volt a működés, vagy ez a döntés, hogy tulajdonképpen ma már nincsenek alvállalkozók. Ez az egyik. A másrészt pedig mi, ami indokolatlanul felemeli a költségeit a parkolás üzemeltetésnek, az a parkoló automata. De ugye az automaták is egyre drágábbak, mert ugye ma már nem az van, hogy bedobjuk az 5 forintos, kell neki bankkártyás fizetés, stb. Viszont nyilván most már, nem tudom a pontos számot, de hát a többségében már ugye okostelefonnal fizetnek az autósok, tehát egyre kevésbé indokolt az, hogy legyenek automaták. Vannak egyébként olyan városok, ahol egyáltalán nincsenek is automaták, tehát úgy vannak vele, hogy old meg. Legyen telefonod, vagy akkor ne parkoljál, vagy nem tudom. Nem, egész pontosan nem tudom, hogyan mondják meg, mondjuk Bukarestben, ahol az egész város parkolózóna, egy nagy parkolózóna, vagy az egész város fizetőse vezet. És mi azt a korábban a rendeletben előírt kötelező távolságot azt a duplájára növeltük, tehát hogy magyarán sokkal kevesebb automatával lehet már fedni a parkolózónákat. Tehát igazából amit tudtunk, egységesítést, meg transzparencia ügyemben megtettünk, illetve most 4 parkolási zóna van Budapesten, ez egy tök átlátható rendszer. Kétségtelen, hogy ennek a reformnak része volt a parkolási díjak emelése is. Az inflációt talán még meg is haladó mértékben, de szerintem indokolt mértékben. Mert az a helyzet, hogy a belvárosban a parkolóhely az egy nagyon drága dolog, mert nagyon kevés van belőle, és egyszerűen nem gondolom azt, hogy ne lehetne érvelni amellett, hogy ezeket a díjakat nem drasztikusan, mert mondjuk mennyire Bécsbe, és akkor parkoljál, és akkor megtudod, hogy ott mi a helyzet. Ellenesül Bécsben gyakorlatilag az erdőket leszámítva minden közterület szintén fizetősevezet. Budapestnél nem lesz ilyesmi, tehát az általános kiterjesztéssel fizetővezeteknek. Ugye régen az volt a dinamikája ennek, hogy akik
olyan helyen laktak, ahol nem kellett fizetni a parkolásért, azok károgtak, hogy most már nem lehet bemenni a városba, mert ott rohadt sokba kerül a parkolás, és most ez kiegészült azzal, hogy azok, akik parkolási övezeten kívül laknak, de viszonylag közel a övezet határához, azok azért kárognak, hogy őket is vegyék bele a parkolási övezetbe, mert most ők azért nem tudnak megállni, mert odáig jönnek el az emberek mondjuk az agglomerációba autóval, és tulajdonképpen a külső kerületeknek a kertvárosias részei azok sok esetben ilyen spontán P plusz R parkolósodási folyamaton mennek keresztül, ami az ott lakóknak nyomorúságos. Tehát hirtelen az ellenzésből átfordulunk oda, hogy akkor lehet, hogy mégse olyan nagy hülyeség. Ez alapján tehát olyan típusú egységes koncepció, ahol azt mondja, hogy jó, akkor ez mostantól így lesz, mert a város közlekedés szervezéséhez hozzátartozónak tekintjük azt, hogy ez történjen a parkolási zónákkal, olyan van alakulóban. Abszolút. Most csak pontos számot akartam volna mondani, de nem fogom most hirtelen megtalálni, mert éppen az autóklubnak egy szakmai anyagára adott válaszban kielemeztük részletesen a parkolási zónák bővítését, de jelentős mély, azt hiszem 30%-a bővült a parkolózónáknak az alapterülete, és tényleg az van, hogy ha valaki pont a határnál lakik, akkor nagyon örül, hogy bekerült, mert ugye ő azért még jellemzően, ha nem is ingyen, de mondjuk kedvezményesen parkol, a szomszéd utcában pedig elkezdik a lakosok gyűjteni az aláírást a polgármesternek, hogy ők is legyenek fizetős övezet. Úgyhogy ez egy ilyen macska-egér játék, nyilván ez a elkövetkező években ezek a zónák bővülni fognak, és hogyha tudjuk csökkenteni az üzemeltetésnek a költségeit, akkor tulajdonképpen egy nagyon fontos bevételhez jutunk. És akkor itt jön megint az egységes parkolás. Tehát én nagyon szeretnék egy egységes fővárosi parkolási rendszert, én ezt mindig elmondom, van erről közgyűlési döntés, írtam leveleket, stb., de az ugye a kerületeknek ez rengeteg bevételt jelent. Viszont nekünk meg fájóan hiányzik. Én nem ismerek olyan európai nagyvárost, ahol a parkolási bevételeket ne vagy a közösségi közlekedés, vagy az autós közlekedés fejlesztésére fordítanák vissza. Tehát ma tulajdonképpen Budapesten az történik, hogy az autósok fizetnek egy csomó díjat, parkolási díjat, adókat, jövedéki adót, anyám kinyem minden, ebből egyetlen egy fillér sem kerül Budapesthez, amely egyébként fönntartja azt az infrastruktúrát, amit az autósok használnak. Ezt szerintem ez nem fair. És egyébként a közösségi közlekedésre sem tudjuk ezt használni, márpedig ez sok 10 milliárd forint nyereség. Nem a bevétel, hanem a nyereség, ami ebből bejön a kerületeknek. Én nem sajnálom tőlük, de azért vannak olyan kerületek, mondjuk belvárosi kerületek, aminek alig van fenntartható intézménye, alig van közterülete, hiszen nagyon pici kerületekről beszélünk. Elképesztő bevételük van a parkolásból. És elvileg ugye a fővárosi tulajdonú területeken a kerületek által beszedett a parkolási díjnak az a része, ami a költségek feletti rész, azt elvileg a fővárosnak meg kéne kapnia, de ezt nagyon nehezen tudjuk érvényesíteni. Hogy nem a költségek mindig pont lépést tudnak kapni. Hát igen, mert akkor fölírják a védőruha, meg a nem tudom, tehát olyan költségelszámolások vannak, hogy ihaj. Úgyhogy ebben is elkezdtünk egy reformot, ez is az egységesítés felé megy, és ebben volt partnerünk például a 6. kerület, amivel elsőnek kötöttünk meg egy új típusú megállapodást, és ezt a megállapodást akarjuk továbbvinni más kerületekre, és akkor a fővárosnak egy kicsit több bevétel lesz ebből, de akkor se lesz ez 10 milliárdos tétel, tehát ez maximum 10 milliárdig tudna eljutni, hogyha nagyon bővítjük az övezeteket, és sokkal méltányosan megállapodást kötünk a kerületekkel, akkor is ez néhány milliárd forint. Tehát tulajdonképpen csebben a tenger sajnos, azt kell, hogy mondjam. Ezek inkább most arra vonatkoztak eddig, hogy a térben hogyan néznek ki a zónák, és ott mi történik, és mi van akkor, hogyha azt feszegetjük, hogy a zónákon belül lesz-e, vagy tervben van-e valamilyen típusú megkülönböztetése az autóknak, és az autók által elfoglalt hely, alapterület, tömeg, mindenféléket látni más nagyvárosokban. Ugye Párizs híresen neki ment annak, hogy ők azt mondták, hogy húznak egy határt, ami fölött súlyban más milyen nagyságrendű parkolási díjat kell fizetni, mert elegük van abból, hogy az emberek feleslegesen nagy veszélyesnek látszó nehéz terepjárókkal közlekednek, mondjuk. Az is igaz, hogy ugye Párizs útburkolata nem szenvedte el azt a sajátos legatyásodást, mint amit a budapesti az elmúlt évtized során. Tehát nálunk egy kicsit indokoltabb folyamat lenne az elszuvosodás és terepjárosodás, mert van miért a nagyobb ballonosabb kerekek irányába állni. Hát azért szerintem ez inkább, szerintem ez másra magyarázható ez a folyamat. Szerintem is, de most fogjuk rá. Az lényeg, hogy fognak-e, vagy terveid szerint kellene többet fizetniük a jellemzően nagyobb helyet elfoglaló, vagy nehezebb autóknak, és hogy mi újság az, ugye most van egy olyan típusú
különbség, hogy a teljesen elektromos, illetve a valamilyen hatótáv fölötti plug-in hibridek a zöld rendszámot megkaphatják, és a zöld rendszámos autók pedig ingyen parkolhatnak. Hogy erről mi az álláspont erről a két dologról? Igen, jelenleg nincsen valójában semmilyen differenciálás. Annyi van, hogy zöld rendszámmal ingyen lehet parkolni. És az elmúlt években a zöldrendszámos autóknak a száma az agglomerációban, egyébként nem is Budapesten, az agglomeráció nagyon nagy mértékben megnőtt. És közben olvasom azokat a statisztikákat, hogy a zöldrendszámos autóknak egy jelentős része valójában több károsanyagot bocsát ki, mint a nem zöldrendszámos. A plug-in hibrideknek csak. Igen, hát csak ugye a zöldrendszámos autók többsége az nem 100%-os elektromos autó, hanem olyan plug-in hibrid, amiben hát benne van egy villanymotor, amivel el lehet menni a közértig, és utána meg van egy böszme nagy SUV, ami... Bocsánat, a plug-in hibridek védelmében közbe kell vetnem, hogy igazából a most plug-in hibridekkel simán be lehetne ingázni, de az is tény, hogy a statisztikák alapján nagyon sokan nem csinálják. Igen. Tehát nem használ, valóban nem töltik föl őket a becsülettel. Szerintem a statisztikákat nagyban csorbítják a céges autók, ahol a cégek megkapták az adókedvezmények miatt, megkapta a dolgozójuk, aki nem is tudja tölteni, nem is érdekli, csak megy vele, mint ez teljesen így van, de a végeredmény szempontjából igazából mindegy. Tehát, hogy a rossz ösztönző rendszer miatt történik ez, vagy másokból, a lényeg az, hogy a plug-in hibridek nél az látszik, hogy ténylegesen van egy a friss számok szerint háromszoros különbség. Igen. A katalógusban szereplő és a valós kibocsátás. Az is aggasztó, hogy én például plug-in hibriddel járok már évek óta, és én azok közé tartozom, akik otthon feltöltik, elmennek vele dolgozni 17 kilométert a munkahelyükre, este hazamennek vele, és még félig van az aksi. És hogyha a hétvégén elmegyünk valahova vidékre, akkor megyünk sima benzinmotorral, ahogy ez a plug-in hibrid egyébként rendeltetése lenne. És most bennem van a para, hogy leveszik a rendszámot, mert hogy van benne egy benzinmotor is, és mi lesz a megoldás? Lehet, hogy kell venni mellé egy utazóautót, ezt meg lecserélni teljesen elektromosra, valami kisebbre, és a végén ott tartunk, hogy két autónk van már tök fölöslegesen. Úgyhogy én azon aggódok leginkább, hogy mi van azokkal, akik ezt úgy használják, ahogy azt kell, és megszívják azok miatt, akik esetleg nem töltik, hanem csak pufognak ki a környezetbe. Ez egy nehéz dilemma, hogy mi az igazságosabb. Szerintem a mostani helyzet nem igazságos. És itt van ennek egy olyan aspektusa is, hogy ha amikor azt mondom, hogy a zöld autóval ingyen lehet, zöldrendszámos autóval ingyen lehet parkolni, akkor alapvetően a felső középosztálynak adok kedvezményeket, és az alsó középosztálynak meg nem. Mert egyszerűen azoknak az embereknek nincs pénzük. Tehát akinek nincs pénze arról, hogy vegyen egy zöldrendszámos autót, annak még többet is kell fizetnie. Ez is felvet egy csomó kérdés. Nem állítom, hogy ebben vannak faik egyszerűségi igazságok, de azt állítom, hogy egy differenciáltabb rendszer kell, aminek van egy informatikai feltétele, mégpedig az, hogy Budapest minden közterületén, ahol parkolási zóna van, a park, az ellenőr meg tudja azonosítani, az az autó, amit néz, az egész pontosan milyen autó. Ez elvileg megcsinálható, és ez ehhez szükséges informatikai háttérkapacitást mi bővítjük, tehát belátható időn belül mi képesek leszünk arra, hogy a központi nyilvántartás alapján, a rendszám alapján a parkolőr a saját tabletjén vagy okostelefonján tudja azt, hogy egyébként erre az autóra, ha valamilyen speciális szabályozás van, akkor az abból mi érvényes rá? Ez ahhoz kell, hogy ne a rendszám színe alapján lehessen megállapítani. Hanem lehessen tudni azt, hogy ez az autó például hány köpcentis, hogy milyen besorolása van, és tehát így ez megnyitja az elvi lehetőségét annak, hogy ebben differenciáljunk. Én is egyébként plug-in hibrid autóval közlekedem, az én szolgálati autóm egyébként egy nagyon pici, nagyon szerény, a legalacsonyabb kategóriájú plug-in hibrid autó. Az én kollégáim ezt rendszeresen töltik, a városon belül szinte mindig csak árammal megy. Nem is megy különösebben sokat, mert én azért mondjuk minden második nap használom ezt az autót, legjobb esetben, még a kampány idején is. Tehát én alapvetően megfelelek a budapesti mobilitási tervnek, tehát én nagyjából 20%-ot autózom, és mondjuk 47-et vagy 50-et közösségi közlekedem, sőt a gyaloglás és a bringázás is. Tehát én megfelelek az általam kitűzött stratégiának. De visszatérve erre, én azt gondolom, hogy ha megvan ez az elvi lehetőség, akkor erről kell egy széles társadalmi vitát nyitni szakmai szervezetekkel, autóklubbal és más érintett szervezetekkel, hogy hogyan tudunk egy igazságosabb parkolási rendszert csinálni. Szerintem a mostani nem az. És azt se felejtsük el, hogy miközben a zöldrendszámos autók száma az radikálisan növekszik, a parkolóhelyek száma pedig hát inkább csökken, mint növekszik, mert a belvároson belül ugye egyre több kerületi vezetés, például kizárólagos lakossági várakozási vezeteket alakít ki, ahol csak a helyben lakók parkolhatnak, illetve hát ahhoz, hogy a zöldítsünk, ahol tényleg a nagyon-nagyon minden egyes fahelyet nagyon meg kell becsülni, tehát ott nem lesz több parkolóhely, legalábbis közterületen. Az, hogy most parkolóházak épülnek-e vagy sem, az egy másik kérdés. Meg az is egy kérdés, ahol szerintem lehetne gyorsabban haladni, hogy jobb legyen az együttműködés a meglévő parkoló kapacitás, nem közvetlenül lévő parkolóházak
bevásárlóközpontok és parkolóházak kihasználtságában, mert az is egy közérdek, hogy azokat jobban használjuk, tehát ebben is szerintem van még lehetőség, hogy ilyen partnerségeket kialakítsunk. Itt vannak megint kerületi jó példák, most megint a 6. kerületet tudom mondani, ahol kedvezményes módon ezeket lehet használni. Nem nagyon szeretnek az emberek egyébként parkolóházba parkolni, tehát a legtöbb autós úgy van vele, hogy inkább köröz még fél órát, és keresi a közterületen a parkolóhelyet. Tehát én azt gondolom, hogy mi megcsináljuk azt a fejlesztést, ami kinyitja annak az ablakát, hogy tudjunk egy differenciált parkolási rendszert csinálni, de én már ezt ebben a ciklusban, ebben nem hirdetnék eredményt, mert ez egy, ahhoz, hogy ez jó legyen, és az általad felvetett tök jogos szempontokat meg tudjon felelni, ahhoz kell egy szakmai és közéleti párbeszéd arról, hogy akkor milyen egy igazságos a parkolási rendszer. Az elektrifikáció körül, az autózás elektrifikációja körül látsz olyan teendőket, amivel érdemben kívánnátok foglalkozni? Itt töltőtelepítés, töltőhálózat településének az elősegítése, mindenféle módszerekkel, ilyesmikre gondolok. Tehát nagyon sokat hallani arról, hogy nyilván sokkal jobb lenne egy nagyvárosnak, hogyha sokkal több elektromos autó lenne benne, nyilván jó lenne, hogyha ezt nem feltétlenül az önkormányzat pénzéből kéne létrehozni, vagy az adófizetők pénzéből, de legalább elhárítani azoknak az akadályoknak egy részét, amik a körül jelentkeznek, hogy aki nem kertes övezetben lakik, az jó eséllyel csak nagyon nehezen, vagy hivatalosan, legálisan tulajdonképpen egyáltalán nem tudja tölteni az autóját, hogyha nem áll oda valamelyik már létesített nyilvános töltőpont. Egyrészt én egy kicsit szkeptikus vagyok az egyéni gépjármű forgalom elektrifikációja kapcsán, hogy az mennyire oldja meg a mi problémáinkat. Szerintem ez ilyen zöldrefestős duma. Tehát én persze ezeket az Európai Uniós célkitűzéseket, hogy akkor nem tudom, 2000 nem tudom hánytól már csak elektromos autókat lehet forgalomba helyezni, aztán hirtelen körbenézek a világnak, és rájönnek arra, hogy ez csak Kína tudja produkálni nekünk, és éppen az amerikai elnök tegnap bejelentette, hogy 100%-os védővámot vett neki a kínai autókra, és szerintem ez nincs átgondolva. Nem beszélve arról, ugye, hogy az autóhoz ugye kell akkumulátor is. Na most, hogyha ráadásul az van, hogy követjük azt a logikát, hogy a német a mérnökök megtervezik a német autókat, a magyar munkás összeszereli, és aztán a német marketinges eladja. Tehát nálunk van, ahogy mondjam, a munkának a kevésbé nemes része, ugyanez történik ugye az akkumulátorgyártással is. Tehát gyakorlatilag most éppen egy olyan kormányunk van, aminek az a stratégiája, hogy egyébként egy rendkívül veszélyes üzemet jelentő akkumulátor nagyhatalommal akarja. Tehát gyakorlatilag az európai autógyártás akkumulátorgyártását akarják idehozni. Tehát ez rengeteg problémát fölvet. Én azt remélem, hogy tehát olvasom valamelyest a híreket, nyilván nem értek ehhez, és nem szeretem a politikusokat, akik mindenhez is értenek. Én mondjuk leginkább ahhoz értek, hogy komolyan veszem mások véleményét. Nekem az a reményem, hogy a technológiában lehet, hogy lesznek majd más típusú akkumulátor technológiák, amik kevésbé vannak. Hát csak ugye ezek mennyire lesznek tömeggyártásra alkalmasak, szóval ez egy bonyolult kérdés. Remélem, hogy a technológiában tudunk majd jobb technológiát követni. Én mérsékelten hiszek abban, hogy mi megoldja ezeket a problémáinkat, és ezzel népszerűtlen leszek, mert az a helyzet, hogy szerintem még akkor is, hogyha elektromos autók járnak Budapesten, az nagyságrendel jobb, mint hogyha nem elektromosok járnak, de te magad mondtad, te fogalmaztál úgy, hogy a nagyvárosban az autózásnak előbb-utóbb befelegzett. Én nem ezt gondolom, csak azt gondolom, hogy az arányokat mindenképpen kell csökkenteni. Hallgató kedvéért teszem hozzá, hogy közben Marcira néztél. Nem én voltam. Mert én nem gondolom azt, tehát az én jövőképemben nincs olyan, hogy nincsenek autók a városban. Az én jövőképen nincs olyan, hogy az emberek nem engedhetnek maguknak egy autót a városban. Az én jövőképemben az van, hogy bizonyos élethelyzetekben teljesen természetesen nem az autót használjuk, bizonyos életekben pedig természetesen az autót használjuk, és egy olyan várost építünk, ahol az előbbiből sokkal gyakrabban van. Tehát, és az élet egyébként ebben az irányban megy, mert például Pest megyében, az agglomerációban megduplázódott az autóknak a száma, de az autóforgalom hál' Istennek nem duplázódott meg, mert akkor tényleg konkrétan meghalnánk. Ugye az élet megoldja ezt, mert hogyha nagyon sok autó van, és mindenki autózni akar, akkor ugye van egyébben egy önbeteljesítő, öncáfoló profécia. Akkor rögtön megjelenik egy hatalmas húszsáv valamelyiket. Akkor össze megjelenik a dugó. Hát igen. Tehát van egy önszabályozó mechanizmus ebben, tehát egy ponton túl nem tud az autóforgalom növekedni. De hogyha megint árnyalat akarjuk látni, mert szerintem ez a lényege, egy bonyolult nagyvárosban közlekedési problémák is bonyolultak, árnyalatan kell nézni a dolgokat, az a helyzet, hogy 2019 óta, és ezt azért mondom el, mert ez így van, nem azért, mert hiszek abban, hogy ezt majd elhiszik nekem az emberek, az a helyzet, hogy Budapesten nagyon jelentős mértékben
csökkentek a torlódások. Ezt nem én mondom, hanem az a TomTom navigációs rendszernek a hivatalos statisztikája, az, amire egyébként mindenki hivatkozik, amikor minket agyázni kell. Az autóklubnak a kérdései között szerepelt egy valamilyen részadat ebből a statisztikából, vagy Fidesz frakcióvezető elmondja, hogy Budapest milyen rosszul áll a torlódási indexben Európában, csak azt nem teszi hozzá, hogy 2019 óta minden évben csökkent ez a torlódási szám, és 22-ről 23-ra egész Európában Budapesten csökkent a legnagyobb mértékben. Még egy kicsit tovább sikerülne folytatni az emberek legatyásítását, és megszínnak egy az ebben. Igen, az lehet, nyilván emögött van egy csomó olyan tényező, ami nem, amire nekünk nincsen rá hatásunk, például valószínűleg ezt az üzemanyag ár, illetve a megélhetési válság is ezzel összefügg, de ez 19 óta minden évben megkövetkezett, és szerintem azért következett be, mert van egy közlekedési módváltás, amit mi minden eszközünkkel erősítünk, tehát magyarán többen használják a közösségi közlekedést, és többen gyalogolnak a városban egyébként. Ebben egy nagyon nagy szignifikáns különbség van, a kerékpározásnál nem egyértelmű, mert nincsenek jó összehasonlító adataink, műszeres méréseink a bringás forradalom előtti időszakról, ezért ezt nem tudjuk egészen pontosan, de például az, hogy a városban lehessen sétálni, az mondjuk mi rengeteg felszíni akadálymentes kapcsolatot építettünk, és van olyan zebra, mondjuk a 3-as metrófajítás kapcsán kilakított zebra, ahol 25 ezer ember megy át minden nap. Tehát azért ezek nagy volumenek. Én budapesti autósként csak támogatni tudom, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést és a gyaloglást. Mert akkor te jobban tudsz autózni. Igen, és visszatérve, én fölírtam eredetileg a dugó kérdését még néhány nappal ezelőtt, de hogy tulajdonképpen elgondolkodtam, és az a helyzet, 10-akárhány éve járok a már többször is felhozott Hungária Könyves Kálmán Robert Károly vonalon, és emlékszem, egy óra volt bejutnom dolgozni, és most megoldom 35 perc alatt. És valahogy tényleg az érződik, hogy ott, ha nem is lehet azt mondani, hogy nincsen dugó, de nem akkora, mint korábban. Viszont visszatérve, az előbb említetted az országos akkumulátorgyárakat építünk, igen, és autóipart. És azért van bennem egy picit ilyen identitászavaros képlet, mert az egyik oldalról azt látjuk, hogy csináljunk akkor gyárat, építsünk autókat, legyenek autógyárak, minden az autókról szól országos szinten, utána jön az, hogy vegyetek autót, új autótámogatásról beszélt most a kormány néhány napja, hogy lesznek újra új autóvásárlási támogatások, nyilván elektromos, és felvetették, hogy használt elektromos autókra is lesznek támogatások. Szóval az egyik oldalról azt kapod, hogy vedd meg, fogyaszt, legyen autód, minél több, minél olcsóbban. A másik oldalról viszont a megadóztatást, hogy előbb-utóbb fizetni kell, majd gondolom Budapesten a behajtásért, de ezt nem tudom, majd ez is egy külön kérdéskör, de vedd meg az üzemanyagot, tankold meg, fizess be az adót, fizess be a biztosítást, szóval vedd meg az autót, de lehetőleg inkább ne használd és hagyd otthon, és szerintem ez így nem oké. Budapest hogy áll úgy unblock az autósokhoz, hogy ez egy tűrt faj támogatott, vagy tiltott előbb-utóbb, és itt arra akarok részben kiukadni, hogy ugye onnanban az ULEZ zóna azt hiszem 2019 óta működik, talán, de lehet, hogy 17, igen, ebben nem vagyok biztos. Vannak arról kimutatások, hogy az mekkora siker ott, illetve tervben van-e ennek valamilyen szintű áthozása? Itt arról van szó, hogy vannak olyan városrészek, ahova csak nagyon alacsony emissziójú járművekkel lehet behajtani, amik ugye vagy elektromosakat jelentenek, vagy valamilyen fizetsz. Extrém, hát vagy fizetsz így is, úgy is, csak nagyon sokat fizetsz valamilyen típusú autóval, tehát hogy szegmentálva van a behajtási engedély szempontjából is a város, hogy mivel lehet bemenni, és mivel mennyibe kerül, és vannak, akik szerint ez egy nagyon sikeres irány tud lenni, és zajos ellenzői is vannak, és mindenki tart attól, hogy majd Budapestre is történik egyszer valami hasonló. Ráadásul, és azért köszönöm ezt a kérdést, mert éppen ugye politikai kampány van, tehát én jelölt is vagyok, és el kell viselnem azt, hogy mennyi hatóság hangzik el az én terveimről. Például azt állítja a fideszes főpolgármester jelölt, hogy mi a 10 évvel idősebb autókat ki akarjuk tiltani a városból, hogy ezt honnan veszi, azt én nem tudom, mert ilyen típusú terv vagy döntés előkészítés nincs. Úgyhogy hagyj adjak egyértelmű választ az általad, nem egy, hogy mondjam, egyértelművel felteszem a kérdést, ami benne volt a felvetésedben. Ilyen az igazi alagy, először fölteszi a normális kérdést, és utána arra de bocsán, nem csak azért, mert szeretnék ebben nagyon egyértelműen fogalmazni. Egyrészt az én választási programomban szerepelt a behajtási díj. Stockholmi módszerre, ami azt jelenti, hogy Stockholmban volt egy széleskörű társadalmi vita, erről bevezették, és utólag népszavazás döntött arról, hogy fennmaradjon. Egyébként 51% szavazta meg Stockholmba.
Tudom, hogy egy politikusnak végrehajtani a programját, de hogyha úgy érzi, hogy esetleg nem olyan dolgot vállalt, ami a város érdekét szolgálja, akkor lehet, hogy inkább jobb, ha elveti. Na most én a Dugódi kapcsán ezt teszem. Mi csináltunk egy nagyon részletes részvételi folyamatot a város zöldítésével, a város minőséggel, közlekedéssel kapcsolatosan, ahol egyébként nagyon egy olyan állampolgári tanácsot, ahol a budapestieket reprezentáló mintán beszélgettünk át szakértők segítségével egy csomó kérdést. És ez nagyon érdekes, hogy bizonyos szempontból meglepően progresszív volt, például a belvárosban a parkolási díjak emelését egyébként a jelenlévő autósok is támogatták. De a behajtási díjat nem. Tehát magyarán azt gondolom, hogy emögött nincs olyan társadalmi többség, ami fenntarthatóvá tenné ezt, tehát magyarán valaki egyszer majd vissza fogja csinálni, és én nem hiszek azokban a reformokban, amiket, hogy mondjam, a második József módjára az ember a halálos ágyán vissza akar vonni. Tehát ez nem jó egy jó irány. Ráadásul azóta végignéztük a nemzetközi tapasztalatokat, és gyakorlatilag Stockholmot leszámítva csak negatív tapasztalatok vannak. Például Londonban. Londonban az történt, bevezették a dugódíjat, és egyébként mindjárt áttérek az alacsony emissziós zónákra is. Bevezették a dugódíjat, és pont ugyanakkor maradt a dugó, csak leszették a sápot az autósokról, ezért megint az történt, amit én nem szeretek, hogy a zöld politikát tulajdonképpen megszívták a kevésbé tehetős emberek. Hát annyiban nem, ha szabad egy pillanatra ellentmondanom, hogy az ULEZ-zónán belüli légszennyezettségi adatok azok érdemben javultak, és ilyen értelemben, akik oda járnak dolgozni, és vagy ott laknak, azért és mondom, csak elszenvedik a bejáró igen, forgalmat, azok kettőt jól elválasztanám, tehát szerintem a Dugódi Budapesten nem lesz. Alacsony emissziós zóna. Itt tudok mondani a London mellett egy másik példát, ami egyértelműen pozitív, bár egyébként belebukott a polgármester, de ilyen szempontból ez mindegy. Ez pedig Barcelona. Barcelonában csinálták már a legnagyobb, Európa legnagyobb alacsony emissziós zónáját, de, és ez a lényeg, ami miatt ez pozitív például számomra, nagyon-nagyon sok kedvezményt adtak azoknak, akiknek az autóját le kellett tenni. Tehát tehát gyakorlatilag kaptak olyan extra támogatást azok az emberek, akik kiszorultak a városból az autójukkal, több éves ingyenes közlekedést, megváltást, tehát egy nagyon komoly társadalmi kiegyenlítő mechanizmus volt mellette, ami ellen tartott annak a jelenségnek, ami tényleg az igazi dilemma ezzel kapcsolatosan, hogy ráterheljük a zöld általános költségeit a kevésbé tehetős emberekre. Nekem egy alap, hogy mondjam, politikának egy alapmondata az, amit francia zöldek mondtak, hogy egyszerre kell képviselni azokat, akik aggódnak a világ vége miatt, meg azokat, akik aggódnak a hónap vége miatt. Ez a mondat onnan indult, hogy mikor 2018-ban a Macron kormányzat megemelte a dízelnek a jövedéki adóját, akkor kimentek a sárga mellényes tüntetők, egyébként főleg fuvarozók, meg mások is, és azt mondták, hogy hát nagyon örülünk, hogy Macron elnök aggódik a világ vége miatt, de mi a hónap vége miatt aggódunk. És én nem szeretném, tehát én szerintem ez nagyon káros a zöld politikának a társadalmi beágyazottságát leamortizálni azzal, hogy ellenséggé teszünk ebben a folyamatban olyan társadalmi csoportokat, akik erre különösen érzékenyek, mert egyszerűen nem tudják igazálkodni mondjuk egy zöld vagy egy alacsony emissziós autónak a költségeit. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, ráadásul Budapest szemben Londonban, Budapesten a levegő minőségi problémákat kevésbé okozzák a közlekedési kibocsátások, mint például a fűtés, vagy például, hogy egy másik példát mondjak a belvárosban, ami szintén aktuális, az a hajózás. Tehát ma a belvárosban nem a kis mellékutcákon a legnagyobb légszennyezettség, hanem a Dunán. Mert ott tényleg kriptaszökevény, dízel, meghajtású autók pöfékelnek, vagy hajók pöfékelnek irgalmatlan mennyiségbe, és ezért reguláztuk meg ezt a piacot, és csökkentettük a kikötők számát, és kiebb is toltuk a belvárosból. Itt alapvetően a pöfögés a baj, tehát hogyha hirtelen akkumulátoros hajók lennének, akkor átcsoroghatnának tovább. Akkor is van az a probléma, hogy tulajdonképpen elveszik a Dunapart közelségét a városlakóktól, és nekünk egy nagyon fontos projektünk, ennek is van autós vonatkozása, a pesti alsó rakpartnak a zöldítése, ezért mi ott nem szeretnénk kikötőket, csak személyforgalmi hajóknak esetében, a nagy turistahajók pedig kössenek ki a belvárostól északabbra vagy délre, és ott tudjuk biztosítani nekik a turista buszoknak a parkolását, ami szintén egy Budapest egyik legnagyobb közlekedési problémája. Tehát visszatérve, az alacsony kibocsátású zóna az egy olyan dolog, amit szerintem egy felelős városvezetésnek meg kell vizsgálnia. Egyébként jelen nincsen hozzá jogszabályi felhatalmazása a városnak, hogy egy érdevezessen apró probléma, de ettől még ezen lehet szerintem gondolkodni. Ezért erre nem mondom azt, hogy ilyen soha nem lesz, de olyan biztosan nem lesz, hogy 10 év alatti autó nem mehet be, maximum olyan lehet, hogy 30 év alatti dízel nem mehet be. Tehát, hogy mondjam, ez egy felmenő rendszerben kell, hogy működjön, és én csak akkor vagyok hajlandó egy ilyet csinálni, hogyha akiknek ezzel
károkat okozunk, vagy akinek megnehezítjük az életét, azok bőven kompenzálva vannak ezért a kárért. Én ezt az elkövetkező 5 évben én nem látok erre lehetőséget. Tehát azt szeretném mondani, hogy az, amit hazudnak velem kapcsolatosan, hogy 10 év alatti autó nem mehet be a városba, ilyen biztosan nem lesz. Ha lesz bármilyen ilyen politikánk, akkor az sokkal árnyaltabb lesz, és egy nagyon széleskörű társadalmi vita után, nem egy ilyen ostoba, tényleg hazugságokkal teli kampányban kell ezt megbeszélni. Én azt biztosan tudom ígérni, hogy ha bármilyet csinálnánk, akkor az egy nagyon széleskörű társadalmi párbeszédben, egy társadalmi konszenzus kialakítása után történne meg. Hú! Nem számítottál erre, ugye? Hogy megkapod a rendes kérdésed, az után a rendes összefoglalás. Igen, megkapom a rendes kérdést az elején. Igen. Kezdjük ott. Bocsánat. Ameddig összevakarod magad romjaidból, hogy akkor, ha jól foglalom össze, alapvetően az ULEZ nincs kizárva, de napirenden sincs, és a dugódíj az meg minden estül le is került a napirendről. Igen. Tehát ezt az egész ügyet, ezt elfelejthetjük. A parkolás egy pillanatra még visszaugorva, a parkolási rendszer átalakítása környékén a Vitézi projektnek volt egy olyan eleme, hogy ha egységes parkolási rendszer van, és az teljesen digitális, akkor ugye a parkoló őrök felszabadulhatnának, például arra, hogy ilyen önkormányzati rendészeti feladatokat látnának el, és arra lehetne őket felhasználni, hogy segítsenek a komfortos közlekedés feltételeit fenntartani a BKK, BKV járatokon, ahol ugye most időnként hajléktalan szállások üzemelnek, spontán kialakulva, főleg a rosszabb időben, és a budapesti aluljárókat is, tehát említetted, hogy milyen jó, hogy most már szintbeli kereszteződéseken lehet átmenni, ez tényleg nagyon jó dolog, nem csak azért, mert kényelmes, hanem mert aluljáróba lemenni, az egy nagyon drámai feladat tud lenni, életkortól és nemtől függetlenül, de nyilván egyébként mondjuk nőként vagy gyerekként még kétségbe több. Nagyon sok gáz hely van jelenleg Budapesten. Hogy ez a két dolog összekapcsolandó-e és összekapcsolható-e, nyilván arról is érdekel a véleményed, de az, hogy ezzel a területtel, amit igazából nehéz hova tenni, tehát ez ameddig nem akar megkéselni a hajléktalan, addig az nem közbiztonsági kérdés, hanem inkább egy ilyen higiénés kérdés, vagy közrendészeti kérdés, és nyilván nem jó kedvében van ott, és nagyon nem egyszerű a megoldás, mert ő is sokkal szívesebben heverne otthon a tévéje előtt, ha lenne otthon, meg lenne a tévéje. Tehát értem, hogy ez egy komplikált ügy, és nyilván hasonló jellegű problémák vezetnek oda is, hogy olyan iszonyú nyomasztó helyeké tudnak alakulni városi közlekedési csomópontok, főleg a földalatti részeiken, amilyeneké. De ettől még a végeredmény az, hogy pályaudvarok környékén lenni nagyon rossz, hogy ilyen sok átszállós helyen lenni, most direkt nem akarok példákat hozni, de nagyon rossz, hogy bizonyos aluljárókban az ember már eleve úgy megy le, hogy tudja, hogy hol kéne kimennie, de nem ott fog kimenni, mert nem akar átmenni azon a részen, hanem inkább kerül. És hogy ehhez azért hozzányúlni az eléggé kívánatos volna. Jó, akkor haladjunk nehezedő sorrendben. Az első, ez a parkolőrből csináljunk nem tudom mit, rendészt. Hát ez nem ilyen egyszerű. Egyrészt lehet digitalizálni a parkolás, de akkor is kell ellenőrzés. És az nem nagyon tud lenni egyébként más szerintem, mint valamilyen fizikai munkatárs, aki ott jelen van. Tehát én mindenhol a világon vannak parkolőrök, ahol van fizetős övezet. Lehet, hogy különböző mértékben. És ráadásul ugye az van, hogy szerintem inkább az irány, valószínűleg lehet majd kevesebb parkolőr, mert nyilván lehetnek olyan technológiák, amelyekkel gyorsabban lehet menni. Én láttam erre nemzetközi példákat, tehát lehet ezt a fizikai... Igen, ő is ilyen autókkal, körbejáró autós... Igen, de akkor is vannak az autóban. Szerintem egyébként itt inkább az a kihasználható kapacitás, hogy maga a közterületen rengeteg más probléma van, és a parkolőrök általában már a kerületek úgy használják az ő munkaerőjüket, hogy jelzik azt, hogy itt letört egy gaj, itt nem tudom micsoda. Tehát, hogy igazából mint egy ilyen kvázi gondnoki, városgondnoki feladatot vesznek át. Tehát szerintem ezt a két dolgot ne kapcsoljuk össze. A másik az, hogy van egy közszereti hajléktalanság Budapesten, ez nyilvánvaló egy nagyon mély társadalmi krízisnek a produktuma, és önmagában nem is megoldható ez a kérdés. De most az is egy nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy mit kell tenni azért, hogy a közszereti hajléktalanságot megszüntessük Budapesten. Főleg azért, mert hogy ez egy időszaki jelenség, nagyon sokszor egyébként olyanok jelennek meg Budapesten, kvázi felé nélkül emberként, akik egyébként való vidéken laknak. Tehát ez nagyon bonyolult, és tényleg én erről reggelit tudnék mesélni, csak akkor nagyon félrevinnék a témát. Szerintem azt kell meg...
megint szálazzuk szét egymástól a hajléktalansággal járó problémákat és a rendészeti problémákat. És akkor itt nekem van egy nagyon, van egy dolog, amit én nagyon nem szeretek. És a Vitézi kampányban, megmondom őszintén, ezt nagyon nem szerettem. Mert vannak olyan szavak a politikai nyelvben, már bocsánat, migránsok, buzik, hajléktalanok. Benyomja az ember a gombot, és jön a gyűlölet, és ahelyett, hogy megértenénk a világot, ami egy kicsit bonyolultabb annál, ehhez képest elkezdünk bebutulni. Az a helyzet, hogy a közösségi közlekedésben okozott közbiztonsági rendészeti problémákat tipikusan nem hajléktalan emberek követik el. A te a felvezetőben utaltál rá erre, csak hogy ezzel kapcsolatosan nekünk vannak mélyebb benyomásaink, vagy ilyen többek, mint benyomások. Jellemzően egyébként olyan emberek, akiknek konkrétan van hol lakniuk, csak vagy drogfüggők, vagy alkoholisták, vagy egyszerűen csak összefejletetlenek. Tehát hajléktalan emberek a legtöbb esetben néma csendben lehet, mint hogy se lennék, meghúzzák magukat, és a BKV-nak, a BKK-nak van egy biztonsági rendészete, aki például egyébként pont a 444-en volt egy nagyon hasonló cikk, amit most te mondtál, hogy valaki 24 órán keresztül utazott. Más is kipróbálta a tömegközlekedést. Nem, egy speciális vonatkozásban, mert ugye a 4-es hatos ugye egész nap jár, 24 órát töltött a 4-es hatoson, és nagyon szépen leírja azt, hogy mikor jelennek meg a hajléktalan emberek, és hogy a biztonsági szolgálat nagyon kedvesen kéri őket, hogy szálljanak le. Tehát, hogy ezt lehet, én nem állítom, hogy ez a probléma nincs. Szerintem ez a probléma nagyon súlyosan van. Nem állítom azt, hogy megoldhatatlan, csak azt akarom mondani, hogy azért ez egy nagyon-nagyon komplex feladat. Budapesten a közterületi hajléktalanság az elmúlt években mérséklődött. Ez nem azt jelenti, hogy nincs jelen, nem azt jelenti, hogy ne jelenten óriási terhet azoknak is, akik egyébként empatikusak, meg azoknak is, akik nem, mert mindenkinek ez nagyon nehéz. Azoknak is, akiknek ezt, hogy mondjam, akik csak elmennek egy életút mögött. De én elég sokat szociális munkásokkal nyilván nem egyedül, de elég sokat dolgoztam, beszélgettem ilyen emberekkel. Mindig krízisautózok minden időszakban. Tehát azért itt amikor valakiben egy politikai ellenségképet látunk, neki is van egy élete, tehát nem vízből hajléktalan valaki. Tehát ezek mögött nagyon olyan történetek vannak, amiket szerintem jobban meg kéne értenünk, és akkor egy kicsit tudnánk ebben másféleképpen viszonyulni. Viszont abban nyilván nincsen, hogy mondjam, nincs kettős mérce, hogy a közösségi közlekedésben az utazás kapcsolatos szabályoknak mindenkinek be kell tartani. A bankigazgatónak is, meg azok is a hajléktalan szálon él, ezért joggal lehet őt hajléktalan embernek nevezni. Csak én azt a szándékos összemosását a közrendészeti problémáknak, amelyek súlyosak egyébként, éppen ma olvastam, hogy volt tegnap egy késelés az őrfezetéren, ezeket soha nem hajléktalan emberek követik el. Tehát ezt összemosni és politikai terméket csinálni abból, hogy a közösségi közlekedés nem hajléktalan szálló, ami persze igaz. Tehát úgy csinálni, mintha lenne egy ilyen politikai behasonlító ellenség, és azt mondani, hogy akkor felveszünk 200 rendészt, akkor ez meg fog oldódni, szeretném mondani, hogy nem. És az igazi probléma az, hogy a közösségi közlekedésben elkövetett olyan szabálysértések, amelyek közbiztonságot veszélyeztetik, itt csak és kizárólag a rendőr intézkedhet. Tehát mi átnevelhetünk 500 parkolóért BKK rendészé, aki azt fogja csinálni, hogy kihívja a rendőrt. Van elég rendőr Budapesten? Nyilvánvalóan nincs. Ugye a rendőri létszám jelenleg mértékben csökkent. Ezzel együtt is azért ne tekintsük úgy Budapesten, mint egy olyan városra, ahol rossz a közbiztonság. Tekintettel arra, persze tudjuk, a statisztika az mindegy, ismerjük a Churchill-i mondást, de szerintem Budapest egy sokkal biztonságosabb város, mint Európa nagyvárosa. A nagyvárosi létben van egy ilyen extra kockázat, amivel nem kell együtt élnünk, csak azt akarom mondani, hogy önmagában egy fővárosi speciális rendészet ezt a problémát nem tudja megoldani sem rendészeti szempontból, mert egyszerűen rendőrt kell hívni, és nem tudja megoldani szociális szempontból sem, mert oda meg szociális munkást kell hívni. De te nem érzel ebben alanyi, tehát nem főpolgármesteri minőségedben, hanem ilyen alanyi városlakói, meg közlekedői minőségedben nem érzel ebben tendenciát az utóbbi években? Tehát, hogyha most így nem statisztikaként, hanem benyomásként kéne megmondani azt, hogy többet gondolod-e végig, hogy fölveszed-e a szemkontaktust mit tudom én, nem akarok neveket mondani, meg helyszíneket mondani, de hogy tehát az a tér, ahol most ez az elmúlt napoknak a késlelés, ez sztori jött, az is egy olyan terület, ahol most éppen hírek vannak róla, de igen. Az ember persze, azért behúzott füllel, farokkal ment volna ott keresztül, hogy igenis van az, hogy amikor elengedjük a kisiskoláskorú gyereket valahova, akkor azért most már végig kell gondolni, hogy hány órakor fog jönni, milyen járaton fog közlekedni. Ez oké-e nekem, hogyha szabadon csatangol akár a korábban Moszkva néven ismert lelkében most is Moszkva téren, vagy nem. Szóval, hogy nem...
nem tudja ezt az ember statisztikákból megítélni, de igazából nem is akarja, tehát nekem pont Persze. elég, hogyha csak arra gondolok, hogy francba, lehet, hogy mégis inkább elmennék érte autóval, és ahhoz, hogy előálljon az helyzet, hogy nem megy egy autó oda a városba, ahhoz az kell, hogy ne merüljön föl bennem, hogy fölmerem engedni a gyereket a villamosra, vagy nem, hogy oké-e nekem, hogyha átsétel a téren az átszálláshoz, vagy nem. Ugye ez azért nehéz ügy, mert hogy most tegyük félre azt, hogy éppen egy választási kampány van. Nem lehet, de csak a gondolat kísérlet erejéig. Hogy igazából az a jó, hogyha ezekről a problémákról nem beszélünk, és próbáljuk az emberek bizalmát helyreállítani a közösségi közlekedésben, nyilván ez is rossz, de nem az is rossz, hogyha a problémáról úgy beszélünk, hogy elveszi az emberek kedvét attól, mondjuk a gyerekét a Igen. közösségi közlekedési járműre föltegye, hogy önállóan közlekedjen. Én azt tudom mondani, hogy a közszolgáltató cégeknek egyébként jogszabály által előírt módon kell idősoros reprezentatív kutatásokat csinálni a szolgáltatások megítéléséről. És Budapesten a BKK által készített Budapest és agglomerációs mintán egyébként nagyon jelentős mértékű javulás van a szolgáltatás minőségét illetően, és a biztonságot illetően is. Tehát a biztonság az nem romlik, hanem javul. Ez megint ugye statisztika, csak mivel percepciókról beszélgettünk, ezért nagyon fontos a percepciókat, hogy mondjam, szerintem ne alakítsunk olyan helyzetet, vagy olyan diskurzust, amiben elvesztjük az emberek kedvét arra, hogy használják a közösségi közlekedést. Hál' Istennek elég pontosan tudjuk azt, hogy mely időszakokban és mely járatokon van ilyen típusú veszély. Ott egyébként jellemzően preventív módon a BRFK és a fővárosi rendészet szokott csinálni járőrözéseket, de egyébként jellemzően ezek egyébként jellemzően javítják is mind a percepcióját, mind a valóságát az ott elkövetett bűncselekményeknek. Csak szóval azt mondom, hogy a Budapesten a közösségi közlekedés veszélyes, ez szerintem azért nem jó mondani, mert ezzel elvesztük az emberek kedvét, hogy ezt használják. És szerintem a veszély mértékét eltúlozni ugyanúgy probléma, mint bagatelizálni. És még egyszer mondom, a hajléktalanság és a közbiztonsági problémák az két különböző probléma, és az egyikben sokkal több szociális szempontnak kéne megjelennie, a másikban meg nyilvánvalóan a rendészeti szempontoknak. A szociális szempontok megjelenítése az fővárosi hatáskör? Abszolút. Tehát a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti feladatmegosztás a hajléktalan ellátásban nem teljesen világos, ezért alapvetően úgy vagyunk vele, hogy mindent mi csinálunk, leegyszerűsítve. A közszeti hajléktalanság kapcsán van egy olyan probléma, ami, tehát igazából nagyon sokan azt mondják, hogy azt gondolják, hogy azért van közszeti hajléktalanság, mert nincs elég férőhely. Ez nem így van. Azért van ez, mert a közszereti hajléktalanság az soha nem önmagában áll. Azok az emberek, akik az utcán élnek 1-2-3-4 éve, vagy akár 1-2-3 évtizede, azoknak a mentális egészsége, és szóval ezek nagyon bonyolult helyzetek. De mi elkezdtünk, a hajléktalansági politikánknak van egy fókuszváltása. Az egyik az az, hogy sokkal többet segítünk a hajléktalanlátásból való kikerüléshez, tehát mi rengeteg bérlakást adtunk hajléktalanságban élő embereknek, ezáltal bővülnek a kapacitások, amiket önmagukban is fejlesztünk, illetve van egy prevenciós politika, hogy elkerüljük a hajléktalanná válást. Tehát ez egyébként itt az egész elfuserált 30 évünk nyomora van ebben a jelenségben, amit most nem tudok végigmondani. És van egy másik, hogy elkezdtünk létrehozni olyan ellátási formákat, amelyek úgynevezett alacsony küszöbű ellátások. Tehát magyarán bárki bemehet, és nincsenek olyan szabályok, amiket egyébként az ellátó intézményeink jelentős részénél joggal követelünk meg a többiek miatt. Tehát van olyan kifejezetten alacsony küszöbű ellátási formánk, amik azoknak az embereknek van, akik jellemzően, ismerhetően ott vannak az aluljárókban. Rengeteg, tehát itt tulajdonképpen néhány tucat emberről beszélünk egyébként. Tehát valójában az ügy súlyosságát nem abban mérjük, hogy hány ilyen ember van, hanem azt, hogy mennyire nehéz ezekkel bármilyen kommunikációra jutni, és elkezdtünk nagyon intenzív szociális munkával egy ilyen alacsony küszöbű ellátásba egyre több embert elvinni az utcáról ezekbe az intézményekbe. Nem tudom még érni azt, hogy ez a probléma megoldódik egy csettintésre, de azt tudom, hogy ha a hajléktalanság társadalmi kríziséhez furkosbottal nyúlunk, akkor ez a helyzet rosszabb lesz, mert tabusítjuk ezt a problémát, és nem fogunk tudni szembenézni ezzel a kihívással. Tehát én csak azt kérem, hogy ne keverjünk össze dolgokat, amik nem így függnek össze egymással. Beszélgettünk a parkolóautókról, beszélgettünk a közösségi közlekedésről, viszont nem beszélgettünk az alacsonyan repülő AMG Mercedesekről, ami most már lassan egy országos szintre kiterjedő probléma. Ugye kb. Egy évvel ezelőtt volt
az elhíresült szörnyű tragédia az Árpád hídon. Ezután gyakorlatilag minden politikus megszólalt a kérdésben. Történt azóta változás, én mielőtt eljöttem, megnéztem a neten, hogy 18 Rafipax van már Budapesten, ami nem tudom mennyivel nőtt az elmúlt időszakban, mert előtte nem néztem meg, de hogy a Trafipax az valójában megoldás jelente a gyorshajtásra, vagy vannak egyéb elképzelések is, illetve mi most ezzel az álláspont? Hát nyilván nem old meg mindent, de azért nagyon, nagyon hathatós ellensúlyt képezni. Mi saját forrásból az elmúlt hónapokban, tehát talán éppen amikor itt voltam, akkor már beszéltem erről, felszereltünk rengeteg új típusú kamerát. Azért fontos ez, mert ezeknek tehát mi ezzel nagyon drága technológiák is vannak. Mi kipróbáltunk egy sokkal olcsóbbat, ami gyakorlatilag a lámpa testekre képes egyébként kilométerekig az a rendszámokat felismerő kamerákat behelyezni. Ezeknek lement a szoftver tesztelése. Ezek potenciálisan már alkalmasak arra, hogy büntessenek, de az ORFK-nak be kell engednie ezeket a kamerákat a saját rendszerébe. Erre várunk. Most egy választás előtt egy hónappal ez életszerű-e, hogy a főpolgármester megoldja és megtriplázza a sebességmérő kamerákat a városban? Ezt a kérdés költői kérdésként felteszem, nem fogom megválaszolni. Tehát nagyon remélem, ez a magyarázat annak, hogy a bizonyos szoftver ilyen, mondjuk a Waze-ben, hogy nevel nevezzük, hogy van ilyen, hogy megjelenik egy kamera, eltűnik, megjelenik, és mert a közösség nem tudja eldönteni, hogy az a dolog éle már, vagy nem. Hogy ezek szerint telepítve nagyon sok van, csak azért nem élnek, mert a BM-mel nincs összekötve még a... Igen. Tehát praktikusan ezek működnek, meg volt a tesztfutásuk, egy csomó olyan fizikai környezet szempontot kellett érvényesíteni, mennyire rászkódnak, és hogy mennyire ismerik föl. És látjátok ezeknek a statisztikáit már ilyen értelemben, hogy az megvan, hogy oké, hogy most nem megy ki belőlük papír, és nem keletkezik bűnti, de azt látjátok, hogy abban az értelemben megérte az adott helyre telepíteni kamerát, hogy az alatt gyorshajtanak? Olyan helyeken vannak a Szentendrei úton, Váci úton, Árpád hídon, tehát pont ott, ahol ipari mennyiségben van ez a jelenség, és amikor időnként a BRFK kivonul és csinál a próbaméréseket, akkor kiderül, hogy szinte minden második autó átlépi a sebességhatárt, és nagy számban vannak olyanok, akik brutálisan átlépik. Tehát mi arra várunk, hogy ezeket életbe be tudjuk helyezni. Egyébként van egy, most már ezzel egyébként ez az informatikai rendszer eléri a kapacitásának a felső határát, tehát itt majd kell egy nagy informatikai fejlesztés, amit az ORFK-nak kell megcsinálnia, ahhoz, hogy még több ilyen kamera legyen, de szerintem Budapesten szerintem minimum 100 kamerának kéne lenni. Hát, és ha valamibe érdemes befektetni, egy pusztán gazdasági alapon. Én Bécsbe azért megyek metróval, mert félek, hogy benézzek egy kamerát, mert 100 méterenként van egy kamera, az elválasztó. És itt ugye megint az abszurd, hogy a bírságból való bevétel az állami. A költség pedig, mivel az önkormányzatok ugye nagyon nem szeretünk tétlenül ülni egy ilyen helyzetben, meg mindig másokra hivatkozni, a költségek meg a mieink. De mondjuk ez nem egy olyan, tehát ez nem egy horribilis költség, ezeket a kamerákat béreljük, és szóval nem halunk bele, tehát sokkal nagyobb a társadalmi hasznossága, ha működik. Ugye jelenleg egyenlőre így azért nem annyira jó a biznisz, de én azt remélem, hogy a választás után majd ezek a kérdések rendeződnek. Az biztos, hogy Budapesten legalább 100 ilyen kamera kellene, és nem azért, hogy büntessünk, hanem azért, mert egyszerűen akkor tényleg ezeket lehet tudni, ezek hol vannak, és akkor az emberek talán jobban betartják ezeket a szabályokat. Ez egy nagyon fontos pillére annak a közlekedés biztonsági stratégiának, amit a főváros elfogadott, amelynek az az ambiciós célkitűzése van, hogy elérjük azt, hogy Budapesten senkinek ne kelljen meghalni a közlekedési balesetben. Az a helyzet, hogy vannak városok, ahol ez a statisztika, ez már ma valóság. Bár nem tudjuk pontosan, hogy ez mennyiben a kameráknak köszönhető, és mennyiben az egyéb eltéréseknek. Nagyon. Ez egy nyilván egy kultúraváltás jelent, új, más fizikai infrastruktúrát, sokkal jobban véd a gyalogátkelők helyeket, meg a gyorshajtásnak a minden eszközzel való visszaszorítását. Nyilván a nap végén minden kulturális kérdéssé válik, de hát ugye a kultúrát lehet rombolni, meg lehet építeni. Tehát... Lassan lejár az időnk. Marci, hogyha benned maradt meg mélyen valami az elmúlt 24 óra tapasztalatéből, akkor azokat kérlek gondold végig, csak addig még annyit szeretnék beszúrni, hogy az is nagyon friss élmény volt, hogy ugye a budapesti közlekedés szívébe időszakosan egy kést állított a kínai elnöki látogatás, amikor ugye az ő kedvéért egy kicsit megállt mindenki más néhányszor. És ennek kapcsán ugye ezzel összefüggésben felmerült az is, hogy érdekes kínai beruházások lesznek, vagy nem lesznek, amik azért Budapestet elég alapvetően meg tudnák határozni. Ugye az egyik, amit szokás volt emlegetni, a Feruvegyi magasvasút, ami
bizonyos értelemben fantasztikusan hangzik, hiszen ugye csak úgy besuhanni egy ilyen modern, korszerű izén, mint bizonyos nagy, más nagyvárosokban, mondjuk Kínában ugye ez nagyon standard, hogy sok száz kilométer per órában beröppen az ember a repülőtérről mondjuk a városba, illetve szintén az ehhez kapcsolódó egyéb kínai beruházások, beleértve a köznyelvben mini Dubajként emlegetett, hogy is hívják ott a városban. Ezek körül neked erős érzéseid vannak, én úgy sejtem. Hát nem csak érzéseim, de szerintem érveim is. A kínai gyorsvasút az szerintem az egy elképesztően elfuserált dolog, tehát nyilvánvaló, hogy a közösségi közlekedési rendszerünkbe kéne ezt a vonat kapcsolatot megépíteni. Ez egyébként nem is Budapestnek lenne a legfontosabb, hanem az ország más településeinek, mert akkor lehetne tulajdonképpen a Budapest belvárosát kihagyva elérni a repteret az ország számos településéről. Erre vannak kész tervek, tehát én ebben a vitézben teljesen egyetértek. Biztos, hogy ezek egymást kizárókok? Tehát én félreértés nélkül nem érvelek a kínai magas vasút mellett, hanem csak ha innen közelítjük meg, az tök logikus, hogy lehessen elérni a repülőteret, ameddig tulajdonképpen az ország repülőtere, és ezt tudom, hogy van másik is, és máshonnan is mennek külföldre, és még akár Kínába is, majd idővel. De most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az magától értetődő, hogy jó, hogyha az ország legfontosabb repülőterét azt más irányból is el lehet érni, mint a budapesti városközpont irányából, de hogy önmagában az, hogy legyen egy magas vasút, ami a budapesti városközpontot és a repülőteret összeköti, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy más módon nem lehet oda csatlakozni. Azt nem tudom, hogy fizikailag elfér a kettő együtt egyébként, ebben nem vagyok teljesen biztos, de tegyük fel, hogy igen. Onnantól kezdve ugye ez egy irgalmatlan nagy biznisz annak, aki ezt megépíti. Ezért ő mindent meg fog követni azért, hogy ne legyen egy másik opció, ahol egyébként nagyjából mondjuk annak az árnak a tizedéért ugyanezt az utat meg lehet tenni. Lehet, hogy 5 perccel, mert nagyjából szerintem ez a különbség időben, lehet, hogy 5 perccel hosszabban. Tehát szerintem ez valójában nincs olyan, hogy mind a kettő megépül. És mivel az egyik ez közérdek, a másik meg magánérdek kötődik, ezért nyilván azt kell csinálni, amihez a közérdek kötődik. Nem tudom, annak a beruházásnak mekkora a költségvetési igénye, hogy legyen egy tulajdonképpen modali vonalra felfűzzék a repülőteret, de hát nem gondolom azt, hogy ez mondjuk azokban a vasúti fejlesztési koncepcióban, amelyekhez szintén van európai uniós forrás, tehát ez szerintem ez abban egy kerekítési tétel. És egy koncepcióban megépíteni egy másikat, az meg azt jelenti, hogy valaki degesze keresi magát, és van a városnak egy rosszabbik megoldás. Tehát én ezt nagyon-nagyon ellenzem, és hát remélem, hogy titokban nem állapodtok meg erről. Ugye a miniszterelnök és a kínai elnök sajtótájékoztatóján nem hangzott ez semmi konkrétum, de attól tartok, hogy lehet, hogy azért a háttérben megy a mutyizás. A mini Dubaj egyébként a speciál nem kínai, hanem arab érdek, de ilyen szempontból tök mindegy, mert éppen a kettő összefügg, mert ugye a mini Dubaj beruházás kapcsán merült fel újra ez a koncepció, hogy akkor azt oda menne, és akkor tényleg kiváló, tényleg, hogy jönnek a különböző repülőjátok a világ minden pontjáról, felülnek a kínai gyorsvasútra, és elmennek az arab mini Dubajra, és ugye Dubaj, hát hogy mondjam, az a turizmusnak egy nagyon speciális szegmense. Tehát én azt tudom mondani, amikor a világ csúfságára egyébként a klímakonferencia Dubajban volt, akkor az én ismerőseim, akik elmentek a klímacsúcsra, akkor a hölgy ismerőseim akkor úgy érezték, hogy egy ilyen óriási valami jelzést kell adniuk a világnak, hogy ők nem a leghagyományosabb női szakmát tűzik. Tehát, Dubajban minden... megyek, de nem azért. Így, de nem azért, igen. Tehát ez... Hát, hogy mondjam, ez szintén egy órát megérne ez a beszélgetés. De amennyire tudom, itt alapvetően nem Európa nagy korszerű nyilvános házát kívánnak felépíteni, hanem csak felhőkarcolókat, meg ilyen modern, metropolis hangulatú dolgokat, ami... Tehát tudom, hogy az emberek jelentős része nem kedveli, hogyha Budapestet és a felhőkarcolókat, meg ezeket a modern nagyvárosias látványelemeket együtt emlegetik. Nekem, én egy másmilyen típus illető vagyok, nekem még a MOL torony se fáj a torony minőségében, illetve hát az anatómiai pontosságát, azt mint biológiai érdeklődésű férfi igen nagy elismeréssel szoktam figyelni bármilyen szakból. De hogy tehát nem biztos, hogy az ördögtől való az, hogyha modernnek látszó városnegyed épül ki valahol, hogy akkor miért fázunk ettől mégis ennyire? Számos eleme van ennek, a legfontosabbba kezdem. A legfontosabb eleme az, hogy Budapesten van egy lakhatási válság, és van egy körzeti válság, ami abból adódik, hogy ez a lakhatási válság az agglomerációban vonza a népességet, és nem a városba. Most nagyon röviden próbálom összefoglalni, de ez Budapestnek a problémája. Egyébként autózás szempontjából is, minden szempontból. Az, hogy az egész világon belül az városi népesség nő, ez egy megállíthatatlan folyamat, tehát a falusi csók ezt nem fogja megállítani.
ma az az előjelezés, hogy ez a népességrobbanás, ez a városiasodás Magyarországon belül praktikusan a budapesti agglomerációnak egy brutális népességrobbanását fogja eredményezni, ami azt fogja jelenteni, hogy lesz egy 3 milliós közép-magyarországi régió, ahol elképesztően nagy mobilitás igény lesz, mindenki össze-vissza akar majd menni, jellemzően Budapestre, és alvó városok veszik körbe az intézményi és munkahelyövezetet. Hogy jön ide a mini Dubaj? Hát úgy, hogy ahhoz, hogy Budapesten ezt a folyamatot meg tudjuk állítani, és mindenkinek jobb legyen, ahhoz Budapesten új lakóövezeteket kell kijelölni, kialakítani. A rendszerváltáskor 1990-ben Budapesten 2 millióan éltek. Egyébként Bécs ugyanúgy végigjárta ezt utat, Bécsben újra 2 millióan élnek, és azért nem egy olyan rossz hely. Úgy tudták az élhetőséget és a lakosszám növekedést összeegyeztethetni, hogy új városrészeket alakítottak ki a rozsdővezetekben. Budapesten tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy az 50-es, tehát a nagybudapesti határon és a kisbudapesti határon van tulajdonképpen egy rozsda gyűrű, hiszen a 1950-ben, amikor a Nagy-Budapestet létrehozták, akkor a környező településeket hozzácsapták Budapestnek, de akkor a város tulajdonképpen, a Kis-Budapest az nagyjából ott tartott, ahol most a Rákosrendező van. És ez végig a pesti oldalon van egy nagy gyűrű, ami tele van vasúti ipari területekkel. Itt bőven lehetne, szerintem nem több tízer, akár lehet, hogy több százer lakást lehetne építeni úgy, hogy az nem rontaná a város életminőségét, hanem mivel levesszük ezt a mobilitási igényt az agglomerációból való bejövetel miatt, valójában még növeli is. Ez azt kellene, hogy ezeket fejlesszük, és itt ilyen úgynevezett kompakt városokat hozzunk létre, tehát nem monofunkcionális városrészeket, hanem olyanokat, ahol van óvoda, iskola és lakás. És nyilván... akár még hivatal is emér szintén nem kell felkerekedni. De valójában az van, hogy Budapestnek. Tehát ez hogy mondjam, Budapest jövőjét illetően ez a legfontosabb kérdés. Van közlekedési vonatkozása is, mert ehhez tulajdonképpen úgy hívják, hogy a munkáskörutat, tehát a körvasút köri utat tulajdonképpen meg kéne építeni, föl kéne tárni ezt az egész részt, ezt kell egy hidat építeni északon meg délen, és nyilván kell hozzá kötött pályás közösségi közlekedés is. Tehát igazából ez Budapestnek a jövője szempontjából ez a legfontosabb kérdés. Most ezek közül a területek közül a legértékesebbet elpazaroljuk, már bocsánat, de arab befektető igényeknek megfelelően egy csili-vili, luxuslakásokkal teli, felhőkarcolókkal teli, monofunkcionális, meg turisztikai célból átgondolt városrészé, akkor ez a város szerintem lemegy a lefolyó. Okay, nem most. Tehát azt tudjuk, hogy az arab befektetőknek van arra pénzük, hogy amit ők szeretnének, és ami egyébként szerinted hülyeség és diszfunkcionális, de azt tudjuk, hogy ki tudnák fizetni és meg tudnák csinálni. De ha az nincs, akkor azt, aminek értelme lenne ezen a helyen, annak is van fedezete, és azt is lenne, aki megcsinálja? Hát bocsánat, ugye jelenleg az van, ennek a konstrukciónak a számos vitatható elemek közül az egyik az, hogy ugye itt nincs verseny. Igen. Ami szerintem az Európai Uniós országban közvagyont átadni versenyszerzés nélkül szerintem nem oké. Tehát én az Európai Bizottsághoz fordulok a verseny szabályozásnak a kijátszása miatt, de hogyha a magyar kormány azt mondaná, hogy akár Európai Uniós forrásból, azt csinál, mint Bécs, ezt a területet föltárom, elszállítom azt Mötyit, mert úgy rengeteg ilyen veszélyes hulladék van ez a területen. Kipucolom, megcsinálom a kisföld alatti meghosszabbítását, meg esetleg a Szeged úti felüljárót, kiépítem a kapcsolatokat. Ez a terület elképesztően nagy értékké válik, és ha azt én meghirdetném, mondjuk 10 lakás megépítésére egy külföldi, vagy akár bármilyen belföldi, külföldi, tehát meghirdetném egy nemzetközi ingatlan értékesítési pályázaton, sorba állnak a befektetők. Tehát ilyen jó fejlesztési területet, ilyen közel, ilyen infrastruktúrával, ilyen közel a belvároshoz, hát ilyen nincs. Én elég ismerem a környék nagyvárosainak a fejlesztési koncepcióit. Én nem tudok olyanról, hogy a Rákosrendezőhöz hasonló fejlesztési terület lenne, ilyen értékes fejlesztési terület 500 kilométeren. És ezen a típusú hasznosításon lehetne annyit kaszálni? Hát nyilván a Fidesz közeli oligarchák nem tudnának ennyit kaszálni ezzel, ne felejtsük el. Hogy... ideális esetet feltételezve, tehát hogyha abból indulunk. A magyar építőipar ebben nyilván jól járna, hiszen ezek a fejlesztők a hazai kapacitásra építenének, de azt nem tudná senki. És mondjuk az állam, illetve a területek tulajdonosai azok ebben az esetben, ha így hasznosulna, tehát hogyha kifejezetten lakóépületek építése kedvéért lehetne megpályázni őket nyilvános pályázatokon, akkor abból keletkezik annyi bevétel, mint hogyha Dubajt lehet oda építeni. Hát az köznek igen, de a
azt nem tudom garantálni, hogy mondjuk Garancsi István fog építeni, ugyanis jelenleg a Mini Dubaj megépítéséhez bejegyzett projektcégnek a tulajdonosa az praktikusan a miniszterelnök jobb keze, vagy szóval bal keze, vagy nem tudom melyik keze, az egyik kapcsolódó vállalkozó. Tehát, hogy nyilván az egész egy orbitális lopás. Tehát ez szerintem ezen, hogy mondjam, ezt mindenki tudja, csak hogy ez nem egy a sok stikli közül, tehát ennek olyan katasztrofális következménye lenne erre a városra, a lakhatási szempontból, ami ezt a városnak a leg, hogy mondjam, az achilleszi sarka Budapestnek a lakhatási válság. Ha ez megépülnének ezek a csili-vili felhőkarcolók, akkor a magyar építőipar ebből 10 évig elélne. Ami azt jelenti, hogy Budapesten senki nem fog lakást építeni, vagy ha igen, olyan áron, hogy azt fogja mondani, hogy figyeljet, én ott bedolgozom oda a garancséknak, én nem építek most lakóparkot, mert... vagy ha igen, akkor 3 millió forint egy négyzetméter. Tehát úgy föl fogja verni az árakat, hogy az egész lakhatási probléma által generált szuburbanizációs folyamat, ez még inkább erősödni fog. Tehát szerintem ez, én tényleg nagyon, hogy mondjam, ritkán használok olyan kifejezéseket, mint hogy hazárulás, de szerintem ez az. Akkor most ráncigáljuk vissza magunkat gyorsan, tehát utolsó élményeid, és aztán varjuk el a szálainkat. Nincsenek utolsó élmény. Én újra visszavenném az autósok, az autós túloksapkát magamra, és azt kérném, hogyha mondjuk tegyük fel, már minden választópolgár meg lett győzve arról, hogy ez a jó stratégia, és szavazzon a Karácsony Gergelyre, de még mindig ott van az a néhány 10 000 autós, akkor minket hogyan győznél meg arról, hogy nekünk jó lesz a jövő, az általad elképzelt? Én azt gondolom, hogy minden közlekedő, egyrészt azt gondolom, hogy nincsenek Budapesten autósok, meg bringások, meg gyalogosok, emberek vannak, akik közlekedni akarnak, és ezeknek a túlnyomó többségének nincsen ilyen sapkája, amit most te a beszélgetésünk hogy mondjam, mély rétegeinek a feltárása érdekében magadra húzták. Magára erőszakolt, minden sejtje tiltakozik ellene. És az, hogy azon a közlekedési helyzeten, amiben most vagyunk, azon tudjunk javítani, az szerintem minden közlekedőnek az érdeke. Az autósoknak akkor lesz jobb Budapesten, hogyha azok, akiknek tényleg autózniuk kell, azok tudnak haladni, lesznek hozzá infrastruktúrák, és nem kell kerülgetniük másik 100 000 autóst. Tehát összességében az a terv, amit mi 2030-ra kitűztünk magunk elé, hogy a városon belüli megtett utaknak a 20%-a legyen, amit egyéni gépjárművel teszünk meg, 50%-a az, amit közösségi közlekedéssel, és a felmaradó rész pedig a gyaloglás és a kerékpározás vigye, ez szerintem mindenkinek jó. Egyébként az autósoknak a legjobb. Mert az a helyzet, hogy a városnak van egy adott infrastruktúra, ez egy történelmi város, nem tud szélesebb utakat és még több felüljárót bemonzani, vagy megépíteni. Ha azt akarjuk, hogy autózni Budapesten jobban lehessen, akkor azt kell, hogy indokoltabb legyen az autóhasználat, és legyenek jó alternatívák. Neked most volt egy kis próbafúrásod a budapesti közösségi közlekedésről, de ha valaki elmegy Európa nagyvárosaiba és hazajön, és ránéz így Budapestre a közösségi közlekedés szempontjából, akkor azt fogja mondani, hogy Budapesten jobb a közösségi közlekedés, mint az európai átlag. Minden statisztika ezt mutatja egyébként. Mi nem azért építjük a közösségi közlekedés infrastruktúrát, mert nem szeretjük az autósokat, hanem azért azt gondoljuk, hogy ez mindenkinek jobb. Egy olyan közlekedési portfólió vagy torta, amiben az autózás nagyjából 20%, az valójában az autósoknak a legjobb. Köszönöm. Örülök, hogy sikerült így megnyugtatni mindannyiunkat. Nagyon szépen köszönjük egyrészt Karácsony Gergelynek, hogy eljött és elfogadta a meghívásunkat. Aki ezt az adást látta vagy hallotta, és lemaradt Vitézi Dávidról, akkor azt is megtalálja, itt belerakjuk a leírásba. És továbbra is ugye van egy nyitott meghívásunk Szent Király Alexandra felé is, hogy esetleg az ő meglátásait meghallgathatnánk szintén azzal kapcsolatban, hogy ő merre vinné Budapestet az eddigiekhez képest, és akkor tudnánk lefedni a teljes spektrumot, de így is azt gondolom, hogy érvekből is, meg általános attitűdből is nagyon sokat hallhattunk a jelöltek részéről eddig. Köszönjük szépen, tehát ez volt az Égéstér aktuális epizódja. A kötelező feliratkozási és hüvelykezési felszólítások után maradok szeretettel, rajongótok, Karotta. Találkozunk egymással valahány nap múlva, majd újra. Szevasztok! Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! A műsor támogatta a használtautó.hu.